szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hason, ha meló van, vagy csak pirítod a hason. Valami felrász, magához húz. Lehetsz már korának, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha robban két szó. Uraim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klasszik. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Tudott el, mivel töltöttem a hétvégén egy részét? Hát hallottam, hogy moziba voltál, de kár volt. Egy, láttam egy szörnyű filmet moziban, Térkép a csillagokhoz, senki ne nézze meg. Inkább utaljátok át nekem, vagy bárkinek. Ne költsetek el 3000 forintot. Kérlek szépen, betört a házunkba a víz. Na most várjál, Zala megyéről hallottam már, hogy ott nagyon nagy a baj, de azon a környéken, ahol te valami hegyen laksz, eddig ezt hallgattuk, hogy mi vagyunk a budai hegyvidék maga. A hegyvidéken lakom, betört a víz. El tudsz képzelni, hogy egy kis alsogatjával, egy elemlámpával a kezem. Elemlámpával a kezembe. Szádban van a lámpa, és két vödörrel mész menteni. Fölrakom a fejemre a kis fejlámpát, vagy fogom a telefonomban az elemlámpa funkciót bekapcsolom. Kérlek szépen, hosszú-hosszú órákon keresztül tegnap azzal töltöttem a vasárnapomat, hogy megnéztem, hogy miért ázik a spejz. Fent vagy lent jön a víz? Hát, fent is lent fentről is. Jött, és fentről van ázás. Aha. És egészen az alsó részig jött a víz, és a spejzbe úgy elkezdett ázni, spejz, hát egy ilyen kis spejzbe. Igen. Spejzbe, ahol lógnak a hurkák meg a kolbászok. Nem, a hűtőszekrény mellett van egy ilyen kis, mit tudom én, 2 négyzetméteres ilyen kis tároló helységet, ezt is így kell képzelni, tehát ne gondold azt, hogy van egy 30 négyzetméteres éléskamra, tudod, a 600 négyzetméteres borhűtővel, meg a nem tudom, ilyen kis fiókok vannak, meg mit tudom én, a kakaóval rajta, aha, meg a liszt, meg a zab, ilyenek vannak rajta, és a falnak az egyik oldala elkezdett masszívan penészedni. De olyan szinten, hogy először ilyen vízfoltok, aha, jelentek meg, és utána már egy-két napon belül elkezdte megenni a penész. Tehát ő ablakot becsuktátok? Na várjál! Csak hogy milyen munkát végeznek néha az emberek, és hogy komolyan mondom, szerintem ez a házfelújítás, lakásfelújítás, mindenkinek van tapasztalata, élménye, amikor valamit te átveszel, és aztán rájössz, hogy az nem úgy sikerült. Vagy bejön egy munkás, elvégzi a munkát, de nem úgy végezte. Kiderült, hogy 3 hónapja, és úgy gondolkoztam, hogyha belül van nyoma a víznek, akkor kívül is kell, hogy nyoma legyen. De jó vagy! Hogy? Ha csak rájöttem. Igen, ha csak nem kiömlött valami a kamrában. Vagy ha csak nem a lefolyó ereszt, mert azt sose fejted meg. És kiderült, a háznak a hátsó része, aha, ott megcsináltattam most nyáron egy darab klímát magamnak egy szobába. Többiben nem mondom, hogy ott hideg van, vagy ott meleg van, akkor oda be tudunk gyűlni, mint a vadmalacok, oda befekszünk, és várjuk, hogy elmenjen a forróság. Hát természetesen azonnal nem is volt rá szükség. Úgy fúrta meg a lyukat a házba, hogy nem szigetelte el, ahol bemegy a cső a klímába. És kijön a cső a falon keresztül, 3 hónapja oda esik be az esővíz. De nincs fölötte eresz. Nincs, mert ugye az ereszről ugye lefolyik a víz, ráfolyik a csőre, és a csőből visszafolyt bele a lyukba. És képzeld el, hogy a fal, a hátsó része, az sötétebb színű, egy ilyen 1 méteres sávban végig 4 méteren keresztül fölfelé átázott a komplett fal, de minden. Nagyon okosan rakta fel az ember. Minden. De na, ilyen komi van. Ilyenkor elkezdhetsz pereskedni, akkor nyilván azt fogja mondani, hogy ő tökéletesen elvégeztem. Látom a lyukat, az... kimásztam. Akkor rés van a falon, hogy kiférek rajta. Kifért a fejem. Kinéztem, körbenéztem, visszahúztam a fejem, és még mindig volt hely mellettem, jött a Viki, ő is kinézett. És jött a gyerek, kérdezte, mit csináltak, és ő is kinézett, és hárman néztünk. És legalább jól játszottatok. Öklömnyi lyuk van a falon. De ott megy be a cső. Ott megy be a cső. És a cső mellett van. És még a cső mellett, nem, a cső mellett valahogy le tud folyni magába a házba, bele a téglába a víz. Tehát a szigetelésen belőle folyik. A szigetelésen befolyik belőle a víz. Rettenetesen büszke voltam magamra. Hogy felfedeztem. Hogy ezt én felfedeztem, hogy ezt megfejtettem, aztán káromkodtam 2 órán keresztül, és teljesen reménytelenül átázott a komplett fal, kívül belül. Aha. Most mit fogjak 3 ilyen vízszívó cuccot, és szívjam ki 40 órán keresztül, az vagy mit csinálj? Azon kívül, hogy följön az embert, hogy figyelj,
Elfelejtettél valamit, azt be kéne szigetelni, az majd három hónapja szakad bele a víz. Hogy kiszívod onnan a vizet valami vízkiszívó szerkezete, csak a problémát nem oldod meg. Tehát, hogy ettől ugyanúgy úgy befog. Igen. Nem raktál fel egy esernyőt? Gondolkoztam, hogy fölé rakok. Gondoltam, hogy a fürdőszobában, van egy ablak, ki lehet mászni, és át lehet mászni az egyik szobába. Gondoltam, hogy kimászom, csak nem értem el, mondom, betömöm rongyal. Gondolom, hogy fölrakok egy esernyőt, nem találtam esernyőt. És ugye ez azért izgalmas, mert két dologért idegesíted magad. Egy, amiért nincs meg. Amíg nem találod. Rohadt ideges vagy, látod már, hogy ázol. Tudod, egy ázást megtalálni, ez a legkegyetlenebb dolog. Kamerát ledugni, csőrendszer, stb. Utána meg azért vagy ideges, mert megtaláltad. Éjszaka, nem jó. Hallottam, hogy esik az eső, és láttam, hogy leomlik a klíma, leszakad a fal, és nem tudtam aludni, mert azon izgultam, hogy még mennyi eső folyik be a házba. Most mi van? Mondom, esernyő, vagy földobsz. Jó, most... Alulról földtöltöz dobni egy esőkabátot a klímára? Mert a klímát úgyse használjátok soha többé. Már úgy megbántam, hogy föltettem. Úgy megbántam. Olyan sokáig kitartottam, és most nem, idén nyáron nem. És teljesen fölösleges. Nem volt bekapcsolva konkrétan. Nem tudom, hol a távirányító, mert nem volt rá szükség. Nem lesz rá szükséged. Ezután se dob föl egy esőkabátot, súlyoz le, és akkor az megoldja a dolgot. A penészt eltüntetni, arra vannak ilyen penészprémek? Azt megoldom. Csak attól a baj nem múlik el. Én azonnal hívnám a mestert, jöjjön oda. A mestert? Igen, a mestert. Amíg nem tudja megcsinálni, addig feküdjön fel, és testével takarja el a lukat. De ezt, igen, vagy hozzon valakit, akit föl tud fektetni. Igen. Tehát hogy van ez, hogy valamit neked csinálnod kell, nem? Azt te megcsinálod szépen, elvégzed a munkát, és utána tulajdonképpen átadod, és ezzel megvagy. Fejtsük de azért, fel. Ha egy méteres csík a fűtől indul, ez az egy méteres ázás fölé egészen a klímáig, hát ott nem tudod mire gondolni, hogy kb. 5 méter magasan, 1 méter szélességben, mert totál át van ázva a komplett fal. Tehát jó, látszik, hát hogy ezt... más a színe a téglának, tehát átázott a fal. Oké, de ő ezt még nem látta. Ma szembesítem bele. Na figyelj, amikor... Ha megtalálom és... Fejtsük fel az események sorát, amikor a emberünk elkezdte szerelni a klímát, akkor esett? Nem, hát ez nyáron volt. Na. Hát itt van, nem esett, akkor minek tömje be a lukat? Érted, úgy volt vele, hogy szellőzik a kamra. A spejz. Ez is igaz. Ha oda megy be, vagy azon keresztül megy be, érted? Szellőzés kell annak. Tehát ő tulajdonképpen jót akart. Ez is igaz. Azt írja valaki, Balázs, ne kábíts, hogy öklömnyi lyukon nem fér ki a fejem. Jó. Jó, az egyik szememet kidugtam. Körbenéztem, aztán visszahúztam. Figyelj, ez, én nem tudom, hogy ez sose tud jól elsülni, hogy az ember, mindig van valami kicsi baki. Fürdőszobát újítasz föl, nem? Lakás, parkettázol, csiszolsz, valami. Elnézitek egymással a dolgot. Te és a mesterember ezt kicsit, legtöbb esetben mindig máshogy gondoljátok. Igen, máshogy látjátok. Máshogy ennyi, látjátok. Ennyi a baj. Lehet, hogy ő neki ez a... Figyelj csak, a mesternek a klíma... Nem egy ácsmester, hát ez csak egy klímaszerelő. Miért volt mesternek? A klímaszerelő mesternek igen. Benne van-e a feladatkörében a szigetelés? Nem. Nincs benne, mert őt így hívják, hogy klímaszerelő. Jaha, tehát a klímát szeretett az ember, akkor először kell egy klímaszerelőt. És utána pedig? Utána pedig egy szigetelő egy mester. Szigetelő mester. Igen, és két mesterember dolgozik. Nem jó dolog ez, neked volt ilyen lakásfelújításod? Ugyanúgy nem lehet, ugyanúgy mindig van valami? És az a soha bajom, nincs úgy, hogy csak így megcsinálod simán és rendben van. Az a bajom, hogy megjön a mester a szemedbe. A mester. Sebestyén úr, Rákóczi úr. Maga a legjobb számot hívta. Mondom, hogy mit fogunk csinálni. És te ott állsz, és elkezdesz hinni benne. Hát hülye vagy hozzá. Hiszen profi. Hát így kell lerakni a parkert. Fölcsiszoljuk, lerakjuk, rakja. Figyeljen, én megmondom magának az őszintét. Én nem tennék 5 milliméteres szigetelőt nálunk, ez van most a nappaliba. Már jól indul, tudod. Ferike, már aztán később így voltunk, ittunk azt hiszem egy felest az elején, hogy barátok legyünk. Szóval Ferike, nem teszünk 5 milliméteres szigetelőt padló alá. 3. Már mondom magának, az egész nappalin megtakarítunk egy ezrest. Hát mondom, ezzel még nem vagyok bejjebb az ezrest, de hogy összeg... Lehet, hogy feltenném az 5 milliméter. Most mondom magának, hogy nem lesz olyan puha a járólapérzés, és akkor mondja ezeket a szakszavakat, járólapérzés, de maguknak Ferike nem fog vetemedni. Soha a padló, tudod, ilyen összepattintós. Ferike. Már akkor így voltunk a pálinka után. Akkor már ittetek egy pálinkát. Na most elmondom neked, hogy hegymászás van a nappalinkban. Így mész be. 10 cm. Konkrétan jegyet leszed, és ilyen BMX huligánokat ugrálnak. Pontosan így vagyunk. Most így elkezdett esni az eső, és kicsit nyitva vagyod a teraszajtót, hogy szellőzön. Gyere a hátsó félcsőbe, menjünk a Feriékhez. Az megszívja magát vízzel. Fürdőszoba burkolásnál hallottam azt a mondatot, amit sose akartam hallani a kik szájából. Hagyd a fenébe, jó az út. És te külső, vagy a szobában ért, hogy itt van, hagyjad, jó lesz ezeknek ide. Nálunk a burkoló fordítva tette fel a csempét,
A virágok hervadtal lefelé lógtak. Figyelj, amikor megkérdeztem, most mit lehet csinálni vele, azt válaszolta, hogy locsoljam. Na elmészem. Bali, én megcsinálom neked a szigetelést 250 ezerért. Ha de minden jól megy, hívjál bizalommal Luigi a szendvicses. Én benne bíznék. Ő az. Ő a te embered. Ő kell neked. Igen. Kőműves berakta az ablakpárkányt, ami az ablak felé lejtett. Az ablak felé lejtett, igen. Mikor kérdőre vonta a férjem, széttárta a kezét és közölte. Nem vagyok én iparművész. Nálunk a WC teték túl közel a falhoz, az ülőke lecsapódott, Szaki azt mondta, lehet úgy WC-zni, hogy hátradől a teteje, vagy hogy a másik kezeddel közben tartod. Persze, lehet, de nem akarok, érted? Nem akarok egy WC ülőkével a hátamon ülni a budin. A fiam szobájának a falán félbevágott lovak rohangálnak. Úgy lett kitapétázva. Na, van egy hallgatónk, Attila, hello Attila, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Na, nálatok mit csinált a mester? Hát mindenünk házat építettünk 8 évvel ezelőtt, és volt ez a heti szokásos bejárás, amikor műszaki ellenőrzés az építetővel, illetve én, aki nem értek hozzá, vettünk megnézni, hogy mire jutottak. És egy, az egyik kőműves éppen falasztott be magát egy mellékenységbe. Nem, nem, mondod komolyan. Hát az történt, hogy egy olyan mellékenység volt, aminek csak ajtaja volt, ablaka nem. És megváltoztattuk az ajtónak a nyílását az egyik oldalról a másikra, és az egyik tervből nézte az egyik falat, a másik tervből nézte a másik falat. Atya de nem tűnt föl neki, hogy nem fog tudni kijönni? Tehát én ezt értem a két tervet, de ott állsz. De hát látnia kellett igen, volna, igen. Józan paraszti hát ész. Hát ez azt jelent, a GPA, ugye? Az nem megy neki. Hát 1,20-30 méter magasan állt a fal, amikor modellezték a készül reggel, és... És hát rákérdezett a saját főnöke, hogy nem emlékszem a keresztnevére, hogy ne haragudj, de nem tűnik föl valami? Körülnézett, és azt mondta, hogy nem. Nem hiszem el. Nem hiszem el. Nem? Akkor szóltam meg, hogy kimászni és az egyik falat elbontaná, az egy nagyon... nagyon jó dolog, mert előbb-utóbb ugye elfogja. Atya Isten. Mire gondolhat, hogy gyerekek, hogy mi lesz az a helyiség? Segítsetek már. Halványra győzöm sincs. Az az érzésem, hogy ők nem nagyon gondolkodnak. Ja, hogy nem mindig, nem mindig gondolkodnak, nem mindig gondolkodnak. Hogy is fogalmaznak, az alkohol fog elveszi azt a szintet, hogy... Amikor picit a természetes fény így kezdett volna eltűnni, és egyre jobban szürkület van, és már-már nem, sötétség, akkor azért az lehet, hogy feltűnt volna, és nagyon kétségbe esetben elkezdett volna kiabálni, de nem biztos, ki tudja. Tehát ebben két méter magasan lehet, hogy ki kiabál, hogy dobáljátok be a téglát, mert nem tudom rakni, vagy nem tudom. Igen, vagy valaki adja be az ebédet, igen. Igen. Atya Isten. Hát szép. Jól lett a ház, csak kérdezem. Tökéletes egyébként. Mindenkinek javaslom a műszaki ellenőröket, 6-10-szer mindent visszabontatnak, nem nekem kell vitatkozni. Az a jó, hát ha van egy jó kivitelező, az embernek persze. Az a rend. A házépítés, figyelj, arra több embernek a párkapcsolata is rámegy. Tehát az... A kivitelező nem annyira. A műsz, egy ellenőr, egy olyan ellenőr, aki ért hozzá, és nem nekem kell azt mondanom, hogy az szerde. Igen, hanem mert nekem bebizonyítják, hogy nem az. Persze, hát az ember nem ért hozzá, akkor ott bármit megmagyaráznak. Igen, amikor ebből a szempontból nekünk, aki csinálta, az nagyon jó. Nem magyarázkodik ilyen. Nem, ő nagyon jó. A klíma picit el lett nézni, de nekünk más probléma nem volt. Ciao, hello. És valaki még elküldte, hogy a Purhab az építőipar kalmópirinje. Hát, de jó. Hát, gyerekek. Egyébként tényleg minden. Ma behatolok egy barkács áruházba. És megveszünk, aztán befújjuk. Abból baj nem lehet, nem? Se, szerintem sem. Semmi, majd maximum jön a mester, aki meg akarja csinálni, és ott fog átkozani. Ki volt ez a barom, aki ennyi Purhabot nyomott bele? Igen. Kosztolányi baleset van egyébként visszatérve az előző közlekedésre, azért van ott akkor a dugó. Nagyon szerettem ezeket a házfelújítós SMS-eket, nagyon jók jöttek. Gondolom, még te is birkoztál egy-kettővel, nem? Júj, nagyon-nagyon sok. Hát ebből 10-ig lehetne, Balázs. Ebből lehetne építkezni. Volt egy nagyon jó, akivel beszéltem. Már nem tudtam beadni, mert jöttek a hírek. El volt keseredve picit? Rettentően el volt keseredve. Ott hagyta a mestert, majd elment haza, és akkor szembesült azzal. Két hasonló csempe volt. Tehát a járólap is hasonló mintázatú volt, és a csempe is, gondolom már tudjátok, mi lesz a sztori. Fordítva igen. És ebben az a szép, hogy megrendeled az utolsó, és utolsó széria nincs belőle, nagyon... Gratulálom, maga még meg tudta venni. Meg tudta, horror pénzért, tudod, és hát azt a büdös életben nem szeded be. Három emeletes ház, ami görbére épült, olyannal is beszéltem, minden nyílászáró magától nyílik, három emeletes, és hát görbe, az egész ház. Imádom. Nyilván, ott van, az ember nem imádja, én se szeretem, vagy szerettem, amikor ilyen volt, egy halva, hát ez szerintem. És nem mered ott hagyni a mestert?
ugye? Mert ez is mi történt, tehát igen. Elment elintézni a dolgot. És vége? Visszajön, és fordítva. Járólap a falon. A klasszik, az tényleg 70-es években kifelejtették a lépcsőházat. Hogy nem volt, az nincs lépcsőház. Kívülről tettek, mint Amerikában, vaslétrát. Hát a Kínában is volt valami ilyen, hogy fölépítettek valami felhőkarcolót, és nem tervezték bele a liftet. Igen. És elkészült a felhőkarcoló, átadás előtt 3 nap valaki rájött, hogy hop-hop, hop-hop, van egy kis hiba százaléka. Mi az? Mit láttál? Itt valamelyik ablak? Nem, nincs lift. És konkrétan nem tervezték bele a liftaknál, a lift elfelejtett. Gratulálunk, ön a 60-on lakik. Na most ebben az a durva, hogy azért ez átmegy egy-két emberen, az engedélyeztetés, a kivitelezés, hogy ott senki nem nézett rá kettőt a tervezésre, és nem mondta azt, hogy gyerekek, állj meg, hát itt azért van egy nagy hiba, hogy nincs liftakna, és nincs lift. És állt, és az egészet vissza kell bontani, használhatatlan, állt 2 évig a ház, és aztán vagy lebontották, vagy csináltak vele valamit, nem volt benne lift. Hát van ilyen. 60 emeletes felhőkarcoló. Mert 4 emeletig fölmész. Ott a 4 emeletesebben itt nem is nagyon tesznek. Az lábizom gyakor, vagy kifelejtették az üstöt üzemi konyhára. Először berakták az ajtót, majd nem fért be az üst az üzemi konyhába. Szó szerint. És mondták, hogy gyerekek, az üst, ott voltak a csonkok, kiépítve minden, és mondták, hogy hát az üst, hát az üst az nincsen be. Hát benn van az ajtó. Hát nem fér be. Na, jó, hát szóval én, nagyon jó, isteni sztorik voltak, imádtam. Tízig lehetne ezzel igen. foglalkozni, igen. Már hívott a kivitelező, hogy beszéljünk. Drága. Nem említettél nevet. Nem, ő nem tett róla, nem. Már mondta, hogy délután már jön a klímás, úgyhogy megcsináljuk. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Reggel tiszta ruhában, opcionálisan felszállsz a villamosra, leülsz, picit figyelmetlenebb vagy, és amikor felkelsz, azt látod, hogy egyben ültél egy rágógumiban. Kettő, valami szósz. Igen, tehát hogy ez nem evés valójában. De hát az evéshez kapcsolódó. De előemésztő nedveket termel, és ezért az evéshez kapcsolódó tevékenység, tehát akkor az se lesen. Na, nem. Rágózni azért lehessen, csak könyörgöm, ha valaki rágózik, akkor tegye már meg azt a szívességet, hogy amikor jön a barátja, a barátnője, vagy kiment az íze már a rágónak, akkor nem oda oldalt ráragasztja erre a műanyag székre, hogy a szerencsétlen Balek én beleülje. Mert utána aztán tényleg már csak az ecetes olló segít. De most azért, mert néhány bunkó nem tud enni, azért én ne egyek. Hát én ezt kikérem magamnak. Hogy néhány... azért én hadd vigyek föl néhány pogácsát, azért, mert most néhány bunkó nem tud enni. Figyelj, hát én ehetnék én a BKV-t. Emiatt a néhány ember miatt, így van, emiatt a néhány ember miatt az egész villamos, vagy az egész autóbusz úgy néz ki néha, mint egy ilyen mozgó személytelen. Na de hát én konszolidáltan egy kis, két veszek 3 darab pogácsát, fölülök egy kis szatyorkába, és azt megeszem, nem? Egy ilyen kis papírzacskóba, nem morzsázok, hát akkor azért annyit miért ne lehetne enni? Miért ilyen szigorú a BKV? Még nem járok BKV-val, de ezt nem értem. Minden evés ki van tiltva? Nem egy pogácsát sem ijedtek fel? Hát most engedve. Akkor hogy néznének ki a villamosok? Telefonálni lehet? Ugye? Álló, Lacikám! Figyelj már, hallod? De miért? Majd miért nem mondod meg a Józsnak, hogy előre utaljon? Elvégezte a hukát, vagy nem? Ne egyetek már, Hát, tehát eleve miért tiltják a mobiltelefon, vagy miért tiltották a mobiltelefon? Ha én normális hangon beszélek valakivel telefonon, tehát írja is egy hallgatok, ugyanaz, mint ha beszélgetnék egy másik emberrel. Akkor mi a különbség, hogy én egy telefonban beszélek, vagy valakivel beszélgetek? Mindent lehet kultúráltan csinálni, és nem kultúráltan. Tehát lehet kultúráltan beszélni úgy, hogy nem zavarsz másokat, meg lehet úgy, hogy az előbb a Jani csinálta, lehet de kultúráltan de mindenki azért, mert egy valaki így beszél, hát azért ne büntessünk mindenkit. Hát nem, de azért, hogy mi, ez nem a nulla tolerancia. Nyuggerek vagytok. Gyerekek, papással nyomjátok, egy pogácsa férjen már bele, komolyan nem, mondom. Abszolút férjen bele, nem na, is te az. Na, ezen az oldalon vagy? Persze, azt hittem, hát, a fejemet jöttél arra, ki már nem, férjen bele, csak azt mondom, hogy azért nagyon nehéz rendet tenni szerintem, mert hogy mindig minden egyes ilyen közösségi térben van a kultúrát és kultúrálatlan emberek. Én szóltam, és lett is belőle bajom, jó párszor szóltam, mit tudom, én volt olyan, hogy utaztam a metróba, és plüss húzat van, sajnos az eléggé nagy baj, ne is gondoljunk bele, hogy milyen élőlények lehetnek a plüss húzatban, mert ha lenne egy műanyag, azt le tudod törölni. Igen, és egy anyukánál nyári nagyon szép meleg nap volt, módszeresen bedolgozta a gyerek a kezébe lévő csokoládét a plüss húzatba. Hát, és akkor szóltam az anyukának. Most az ő keze legyen ragacsos, nem? Nagyon hát, finoman, intelligensen. Megpróbált sormintát belevinni. Így, hogy mondom, nem tudom, látja, hogy mit csinál a gyerek, hogy
Mondom, megkérném, hogy szóljon rá, legyen kedves. Mert a hogy... büdös életben nem szólnék rá egymás ígéretre. De hogy nem, Balázs. A büdös életben nem, szól, de nem szólnék rá. Csak én nem tudom, szerintem a szülőnek a De Balázs nem vette észre, mellette ült a gyerek. Nem, olvasott az anyuka, és mondtam, hogy ne haragudjon. Na hát, amit én ezért kaptam, és milyen stílusban, és ki sem néztem az illetőből, hogy így fog rá reagálni, mondtam, hogy oké, elnézést, valóban az ön gyereke, valóban én majd nevelem a sajátmat, de majd egyébként a gyerek előtt beszélgetünk. Aztán egyszer volt, hogy jöttem be hajnalba, hölgy evett egy fánkot, vette az aluljáróba. Megnevel, csak annyit, hogy megnevelted? Őt se tudtam. De bennem megpróbáltam, eldobta a celofán. Eldobta a celofán. Szóltam neki, hogy elnézést kérek, de mondom, ott leesett a kezéből az a celofán zacskó. És akkor erre mondja a csaj, hogy igen, és? Hát, hogy föl kell nevenni, mert a metró éjjel 11-ig közlekedik, és mondom, már most szemetes. Majd te fölveszed meg. Oda tette, és mondtam, hogy ír föl is veszem, mondom, a meg szó nélkül is. Természetesen. És lehajoltam, fölvettem, eltettem a táskámba. Na de Balázs, 5 órakor kiáll a metró, ki van takarítva, és ő eldobja, és úgy dobja el, hogy pofátlanul. Rá fogok szólni, rá fogok, mert a közösségi a metró. A közösségi a metró. Többen utazunk, és ha mindenki ezt tenni, nem lenne ilyen rumli. De egyébként én soha nem ütök meg olyan hangot, hogy az piki legyen. Soha nem ütök meg, hát, soha nem ütök meg olyan hangot. Az, az magában nyugdíjas, igen, soha nem lehet, ütök. Ne haragudjon. Nem, nem, én nagyon kedves vagyok, szépen kultúráltan megkérem. Hát, ha nem tenné, nem kérném meg. Hát, viselkedjen. Az a baj egyébként, hogy sokan tényleg ezek miatt a dolgok miatt, hogy na, majd bosszút fog állni, majd leülti a fejemet. És azért szerintem meg, hogyha ha meg tényleg senki nem veszi fel a kesztyűt, hogyha nincsenek olyan nagyszerű emberek, mint Anna is. Most már én is tényleg azt gondolom, hogy bármi lehetett volna, hogy 20 évvel korábban találkozunk Anna. Na, te mondod a szólást, te mondod, beállnak eléd a sorba, 3 napig vajuttál itt, nem. Szóljak, ne szóljak, búde szóljak, búde beállt. El, érted? Még akkor se szólsz, ha beállnak elé. Tudod, mit szólnál téged? Lehetnének egy kakaós csigával, akkor se szólnál. Kérlek, konkrétan megennének 3 giroszt a fejeden, és azt lehet, hogy srácok, hozhatok még egy sült krumplit? Tehetek még egy kis majonézt a saját fejemre? Igen, egyébként hozhatok még tálcán nektek 3 deci kólát? Úgyhogy aztán te ne kardoskodjál amellett, hogy ki szól, ki nem szól. 4-en állnak beléd a sorba, és azt mondta, hogy valaki még elém. Messze van a szemet, és itt a táskám, tegyétek ide. Az van, hogy tényleg az a hülye vagyok, aki még rendet is csinálok utánul. Igen, nem mondta, hogy én vagyok a konfliktus kerülő, mert te még hozol neki 2 izét. Görög pizzát, nem tudom honnan, hogy még azt is egyék meg a fejfejeden, úgyhogy ezt még Annának elhiszem. De látom, hát nagyon küzd. Van egy kis szénsavasás, vagy vizállam, mert megböfögtek. Tudja mit, beleöntök egy kis hidegvizet a számba, lefecselje ki nyugodtan, ha önnek úgy jobban esik, tehát hát nem ez volt? Hát az, amit ő csinál, az inkább nevel, mint amit én csinálok, mert én összeszedem más helyet a szemetet. Igen. Ő meg szól, hogy szedjék össze. Igen. Tehát, hogy valahol a kettőtök között van a jó megoldás. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. A vendégünk van. Máté Bence természetfotóst hívtuk meg. Hello Bence, jó reggelt. Sziasztok. Kívánunk neked. Egy hónapban körülbelül mennyit töltesz a fővárosban? 24 órának kevesebbet. 24 órának kevesebbet. Igen. Egy hónap alatt körülbelül mennyi időt töltesz gumicsizmában? 24 órán többet. 24 órán többet. Ha valakinek esetleg a neved nem mond semmit, ugye mondhatni Magyarország leghíresebb természetfotósa, az év természetfotósa, az év madárfotósa, hát gyakorlatilag azt nézem, hogy nincs olyan nemzetközi verseny, meg nemzetközi díj, amilyen kategóriában te ne tarolnál. Jó, amiben benne volt az, hogy az év, azt te megnyerted. Az év felső teste. Jól sorolom ezeket? Ezek jó dolgok, nem? Tehát én nagyon jól érzem magam a természetben, meg jó ezeket a képeket elkészíteni, végigkísérni a folyamatot, az is egy jó dolog, amikor az embert elismerik, és hát, hogy nem, kap egy ilyen az év valamilyen. Az egy visszacsatolás, és látja, hogy ezt érdemes folytatni. De ez hogy kezdődik, hogy az ember olyan sok mindent csinál, hogy gyerekkorában, te ugye nagyon fiatalon kezdted, az év legifiabb természetfotósa is voltál, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló cím. Ez hogy kezdődik, hogy kaptál egy ilyen kis digitális gépet, jó sikerült lefotózni egy madarat, azt mondtad, de jó ez, itt vagyok kint a jó levegőn, küldjük be a pályázatra. Most ez annyira régen kezdődött, hogy akkor még az egy digitális gép, azt sem tudtuk, hogy mit jelent, mert 99-ben építettem az első lest, és akkor még diafilmre. Akkor még egy picit tudni kellett fényképezni azt, hogy legyen valami eredménye, mert elkatítottál egy képet, utána várni kellett mondjuk 2 hetet, mire az elő lett hívva, és megláttad, hogy hát ez egy kicsit sötét, meg egy kicsit damozdult, meg egy kicsit nincs is rajta madár. most már ez a hátsó LCD-n ugye látszik, egy másodperccel az expozíció után, így
sokkal könnyebb dolgozni. Na, de ez gondolom egy gyerekkori érdeklődésből indult, nem? Tehát ezt úgy tudja elképzelni az ember, hogy mondjuk 6 évesen, 5 évesen, és körülbelül nekem a Benny hoz mindenfélét, ami mozog, állatokat, békákat, csigákat, most még én abban reménykedem, hogy kinövi, de egyelőre a gyerek lebeszélhetetlen. Szóval, hogy ezt gondolom a szülői nálad észrevették, nem? Észrevették, hogy megszállottan keresed az állatokat. Óriási mázim volt olyan szempontból, hogy puszta szelen nőttem fel, ez egy kis település, Szegedtől északra. Óriási szerencsém volt abban, hogy amikor hazavittem a békákat, mint most tett a fiad, akkor nem mondták, hogy dobjam el, mert lepisíri a kezemet, hanem úgy hagyta kibontakozni, és ez így kialakult. Nagyon sok mindenre foglalkoztam, de valami módon ez a természet iránti mozódás, ez már a kezdetekben is megvolt, mint talán minden gyereknek. Ezt hagyták kibontakozni, és ebből lett először vadászat. Ezt nem is értem egyébként, hogy lettem vadász egy darabig, de most már abszolút fanatikus természetfotós. Az mondjuk nagy váltás azért a vadászathoz képest, nem? Tehát, hogy mind a két dolognál az a cél, ugye, hogy megtaláld az állatot, csak az egyiknél azért az, hogy az állat bevégezze. Most ahhoz képest, ugye velük együtt élni, mozogni, nem bántani őket, azért az tényleg egy másik fajta véglet. Ugyanazokra az ösztönökre van szükség. Ugyanolyan előkészület, ugyanannyi terepi munkát igényel, csak az egyik az kicsit véresebb véget. Meg hát nyilván abból jött, hogy marasztalni próbáltad a madarakat, ugye a kéthetes előhívásból kifolyólag állandóan bemozdultak, elmozdultak ott, meg azért egy sorétessel meg lehetett fogni őket egy pillanatban. Aztán nem mozdultak. Aztán többet nem nagyon repültek. Na most az ember azt mondja, hogy természetfotós, akkor az a kép él benne, vagy hát legalábbis sokáig bennem azért, hogy ül egy ember egy gumicsizmával, egy ilyen álcázott fényképezőkkel, egy fényképezővel, és 4-5 napig várja, hogy valami kis, nem tudom, vándorsólyom bekerüljön a blendébe. De hát ennél az nyilván azért ez már egy összetettebb dolog, nem? Mint hogy egyedül üldögélsz 3 napon keresztül, egy vadász lesen. Én már évek óta dolgozom azon, hogy ezt a tévképzetet eloszlassam, hogy igen, természetfotós ázik-fázik. Hát nem egészen erről van szó, igen, van benne ázás-fázás is, de én egy olyan vonalat képviselek, ami arról szól, hogy én a körülményeket szeretem úgy kialakítani, hogy amikor maga a fotózás már úgy történik, hogy a kezemben van egyáltalán a fényképezőgép, már odáig eljutottam, az kényelmes körülmények között legyen. Ennek következtében van olyan lesem, amiben van padlófűtés, légkondi, internet, hűtőszekrény, hogyha húzamosabb ideig ott vagyok, az élelmet tudjam tárolni, tehát ez a kényelme, ilyen bőr, hát ennél kicsit jobb bőrfotel, mint amiben most tűz szép akar. Ez tehát ilyen hosszú ideig azért jó, hogyha az ember kényelmesen ül, nem? És egyébként van választás. Ezt azt kell elképzelni, hogy kinézed azon állat élőhelyét, amit le akarsz fotózni, behúzod oda az internetet, fölépítesz egy viskót, azt bevonod bőrrel, lerakod a padlófűtést, és építesz egy les tulajdonképpen? Minden komoly lesépítés megelőz egy tesztles, és ez egy nagyon komoly felelősség, amikor elkezdek egy olyan lest építeni, ami nagyon sok pénzbe és nagyon sok energiába kerül. Most például éppen Afrikába kezdtünk építkezni, ott ráadásul másik embernek építek, így tudnom kell azt, hogy majd a végkifejlet az ne legyen pofára esés. Ezért szépen lassan apránként először kinézem a helyet, valami módon beleszeretek a témába, a helyszínbe, napnyugtába, napkelti a páratartalomba, és azt mondom, hogy na, ide szeretnék egy lest, akkor oda építünk egy viszonylag olcsó lest, de mondjuk Afrikában azért ennek már elefánt biztosnak kell lennie, és a többi meg szakszigeteltnek, hogy ne érezzenek meg az emlősök. Tehát elkészül egy ilyen minimál dizájnos les, és hogyha az valóban úgy működik, ahogy elképzeltem az elején, akkor építjük a full extra-es dolgot. És azt kimész, leteszteled magát a lest? Megnézed, hogy jól működik-e? Igen, beülök, fotózok, új ötleteket tapasztalok. Honnan tudod, hogy rosszul működik? Nem jön oda állat mondjuk 3 napig, és akkor érzed, hogy ereszt a les valahol. Vagy átrongyol rajtad egy ilyen lefáncsort. Lesnek a biztos jel, hogy nem jön oda az állat, akkor nem kell tovább gondolkodni, de mindig meg lehet találni az okát. Bújom az internetet, rengeteg fotós barátom van, akinek a képei beérkeznek hozzám, megkérdezik a véleményemet, hogy mit szólok hozzá, és van egy óriási információanyag, és egy-egy témára rá tudok gerjedni. Most például a következő téma, amivel foglalkozni fogunk, az egyik téma, még idén, az a flamingó fotózás lesz Franciaországban. Ott nem egy fotós vendég, és mutogatta a rosszabbnál rosszabb képeit, de volt közte olyan, ami azért úgy már hagyott némi dicséretet. Mutogatta a rosszabbnál rosszabb képeit. Viszont láttam egy olyan óriási téma, hogy flamingók táplálkoznak egy sekély vízben, az emberekhez viszonylag közvetlenül, egy vadmadárról van szó, ami egyébként mondjuk 100 méterről elrepül, de ilyen körülmények között 2 méter oda megy a fényképezőgéphez. Erre beindultak a fogaskerekek, elkezdtünk a csapatommal dolgozni rajta, hogy milyen módon tudjuk ezeket fényképezni. De előtte még mondtad a srácnak, hogy na ez az a téma, ami vakvágány, ezzel nem foglalkozzák. Engedd el, majd én megoldom. Igen. Valamennyire szelidek, mert megszokták azt, hogy 100 000 turista megy erre a vidékre, ez a Rón folyónak a deltája. 100 000 ember oda megy, és a folyamatosságot azt minden madár meg tudja szokni idővel. Tehát ezek már viszonylag közvetlenek, 5 méterről bárki meg tudja őket nézni, de nekünk az 5 méter nem elég, hanem olyan 20 centire van szükség, mert egy
vadászom objektívvel fogunk fényképezni, és az objektív előtt legalább 20 centire, vagy még közelebb kell, hogy legyen a flamingónak a feje. Ezért csináltunk egy vízhatlan dobozt, amit letelepítünk a tó szélére. Ezeket a madarakat rizsél letetik. Egyébként rákok lesznek, tehát nem tudom, hogy jött ez a vega életmód. Kiszúrjuk elé a rizst a fényképezőgép elé, és reméljük, hogy oda fognak jönni. Na most van olyan, hogy te például becsapod az állatot, és madárhangot utánzol, fütyülsz nekik, viszel egy kis magnóról valamilyen hangot, amire ő tudod, hogy mondjuk megérkeznek, odajönnek, tehát neked át kell verned az állatot ahhoz, hogy mondjuk le tud fotózni? Hát ennek olyan negatív kisugárzása van. Keresi úgy értem, nekem ez nagyon tetszik, hogy felveszel valamilyen madárhangot, tudod, hogy arra megérkezik, vagy párzó hangot, vagy bármit, és azt lejátszod neki, és egyszer csak látod, hogy jön a madár. Igen, szoktam ilyet csinálni. Igen? Igen. És magnóról bejátszod? Igen. Magnóról bejátszom, igen. A sivatagi showban például igaz volt az, hogy, vagy igaz lehet az, amit ott eljátszottak, hogy strucnak költözött néhány ilyen kis ágnak, meg mindenféle ilyen... Hát el tudom képzelni, az egy, tehát ez egyébként az egy hihetetlen jó film, és 40 év után is megállja. Olyan poénok vannak benne, hogy elképesztő. Jól össze van csalva, az a leginkább összecsalt természetfilm, hát ami valaha létezett. Ezek ilyen kicsi csalások azért. Tehát az ember, aki azt csinálta, azt nagyon, nagyon pontosan tisztában volt az etológiájával ezeknek az állatoknak. Hogyne. De nagyon össze van csalva. Amikor én most kinyártam Dél-Afrikába, és beszéltem dél-afrikaival erről a filmről, akkor hogy húzták a száját, de mondom, figyelj, már 40 évvel ezelőtt csinálták. Tele van poénna, azért hiteles, elég jó. Hát most persze, idomítani kellett az állatokat egy picit, hogy forgass részen, akkor még filmre forgatott, egy egyszemélyes táb volt, Jamie Hewis forgatta az egészet. Hát az nagyon nehéz volt. Tényleg érdemes megnézni. Csak egy pillanatra ugorjunk már vissza erre a Dél-Afrikára, nem vagy te maláriás gyerek? Mondj már három mondatot erről a Dél-Afrikáról, merre voltál? Jó, malária gyógyszert ne szedjetek, mert a májátokat tönkreteszik, de semmi értelme. Ebből a megfontolásból nem szedjük mi is, ezt később nagyon fogjuk bánni. Most még egyelőre ez jó ötletnek tűnik. 50 millió ember él, 55 millió ember él Dél-Afrikába, és ezekből nagyon kevés hal meg maláriába. Hogyha mondjuk egy olyan párhuzamot vonunk, hogy mondjuk Magyarországon 10 millióan laknak, és hányan halnak meg autóbalesetben, akkor ne üljetek be autóba, de taxiba sem. Te se szedtél soha? Hát azért ott vagy Mocsár környékén, Tabak környékén azért, ahol mondjuk... Ez védőoltásokat fölvettem, de azt hiszem Dél-Afrikában nincs is semmi. Aha. Jó, meg a teljeseid azok steril környezetek, érted, padlófűtésből. Meg teljesítetted mégis más. Mi volt a legtöbb, amit készültél, vagy vártál egy állatra, és hiányérzetet okozott, és még mindig nincs meg? Van több ilyen? Több év? Uh-huh. Mi volt az? 2003 óta foglalkozok azzal, hogy fotózzak villámfénynél állatokat. Villámfénynél állatokat? Igen. Aha, tehát oda kell menni, ha vihar van, vagy csak hogy néz ki, hát, meghalott, hogy... legyen vihar, meg villám, meg ott is egy fényképezőgép, ami ráadásul működik. És ez a három, ez nagyon nehéz. És ezt előre nem lehet kiszámolni, hogy hol van vihar? És akkor megnézed a térképen, hogy hol van állat. Igen, jön a vihar, autóba ülsz, és lerohansz oda, mondjuk vihar van, mondjuk Kecskemét környékén. Nem, sajnos nem tud így működni, mert akkor a hatékonyságot lehetne jól növelni, hanem azt megpróbálom befolyásolni, az állat hol legyen. Tehát vagy kinézni egy olyan helyet, ahol az állat garantáltam, mert egy éjszakázó hely, vagy oda tudom csalni valamilyen módon. Uh-huh. És azt várom, hogy az állathoz oda jöjjön a vihar, mert ennek van a realitás. És fontos, hogy ne látszódjon a lábán a spárga. Az egy nagyon fontos. Pont ezt akartam kérdezni, hogy van olyan, aki szerinted csal? Hogy ne lenne. És szerintem az a fontos, hogy az ember saját maga etikájának ebben feleljen meg, mert az, hogyha most én természetfotós vagyok, és akkor leködözgetem a madarat, az már nem természetfotózás. Nem. Egy autóversenyen is beérhetek úgy a célba, hogy nem a rajtól indultam el, hanem 10 méterrel a cél előtt, de az nem autóversenyzés. És olyan volt például, hogy ültél a lesben? Vártál mondjuk egy hónapja, egy hete, és ez csak mellőled vagy mellette 10 méter egy szalmakalapba megérkezett egy másik fotós. Egyébként is kiderült. Kiszúrtál egy lest, egy másik lest, egy mozgó lest. Hogy a francba mozog az? Hát gondolom baromi nagy a verseny, nem? Hát most már sokan vagytok, mindenki jó képet akar, mindenki azt a bizonyos nagy pillanatot akarja elkapni. Hát egymás konkurenciái vagytok. Volt ilyen? Ugye egyszer csak fölbukkantott melletted valaki? A mellette nem, de olyan volt, az egyik barátom fotózott szarvasokat, azt hiszem Gemencen, és már kint volt egy néhány napja. És megjelent egy monokinis nő, és kifeküdt elé. És de nem csak vizionálta már egy nap után, valóban ott volt? Ne, valóban vannak a dokumentációk. Nagyon jó. Kérdez az ember, csak az, hogy hihetetlenül legyen a sztori, kérdezi egyik a másiktól, hogy na, nálam mi a helyzet, mert nálam nem jöttek be a muflonok, vagy éppen amit akarsz, azt mondja, hogy hát nálam bejött egy, itt van egy pirosegű páviá. Ha, igen. De tényleg, és kiderült, hogy elszabadult a cirkuszból, és azt fotózták. Ez ilyen komoly. Azért, hogy egy szarvasra vársz, és megérkezik egy páviá. Ha már itt van, lövök pár. Igen, hol a francba vagyok? Egy ilyen laikus kérdés, hagyd tegyünk föl. Színezel utána ezeknek a képeknek? Hát
azt tudták kérdezni, hogy mennyire nyúlok bele Photoshop-ba, hát nagyon bele nyúlok Photoshop-ba, de ez nem azt jelenti, hogy szétmanipulálom a képet. Milyen színűek Photoshop... ezek a madarak például eredeti? Lilák. A Photoshop egy olyan eszköz, ami azt a célt szolgálja számomra, hogy a valóságot visszaadjam, amit a terepen láttam, vagy amit a kamera láthatott, hogyha éppen nem volt a kezembe. Mert a kamera által készített kép, az vagy egy automata beállításon agyon szaturálja, agyon élesíti a képeket, vagy teljesen hókat színe lesz, és én hát az emlékeimre bízom, megpróbálom rekonstruálni azt, amit én a terepen amit ott láttam. Van most olyan kép a fejedben, amire vágysz, vagy ami egy álomkép, egy állatnál, tehát amire vadászol, ami most ott van a fejedben, és hónapok óta azon gondolkozol, hogy hogy a fenébe tudnám ezt az állatot elkapni, hol tudnám elkapni, hogy tudnám megfotózni. Van nagyon, nagyon sok ilyen van, az egyiket emelném ki, ami már elkezdődött egy pár héttel ezelőtt. Tamásiban voltunk, dálmokat szerettünk volna fényképezni csillagfénynél, tehát csillagokkal a háttérben. És már minden összeállt, csak a dálmok hiányoztak. És most azért fogunk visszamenni, hogy hát... Négy lába van? A Dániában. A Dán van. Dán, aha, az négy lábú. Jó, és vadisznók ugyan voltak, de Dánok nem jöttek. Dánok se, senki, se Norvégó, ezek a rohadt Dánok, ezek nem járnak. Figyelj, ezek éjszaka nem járnak. Hát ott... Inkább a norvégokra menjetek. Ebben a témában az óriási lehetőséget, egy nagyon jó képet lehetne csinálni, de még be kell ülni a gólt. És ezért vissza fogunk menni, mert most már tudjuk pontos helyszínt, hol a legjobb, ismerjük az állatoknak a mozgását, a technikát felépítettük tökéletesen, és most már tényleg csak az a fránya dám hiányzik. Ezeket a képeket te utána eladod, vagy értékesíted? Hát nyilván itt egyfajta önmenedzselésről van szó, tehát nem a pénztárcádban akarok turkálni, de azért a lest megépíteni, több fő stábbal dolgozol, utazni külföldre. Hát egy ilyen ember, aki a természetben mozog, az nem mindig mozog jól az anyagi világban, hogy megteremtse a lehetőségeket. Ezt hogy tudod összeegyeztetni? Van egy menedzsered, vagy van igazából, egy ügynököd? Vagy... Igen, egy nagyon jó csapatmunkában dolgozom, van egy menedzserem is, asszisztensem is, operatőröm is, és most már ez egy csapatmunka. Hát lassan ki se kell elfotózni, nem? Hát mindig a képeket kicsit... Automata berendezés, igen. Otthonról exponálsz. Igen. Hát nekem a pénz verés az mindig egy ilyen melléktermék volt. Uh-huh. Tehát mivel kezdetekben is úgy álltam ennek neki, hogy valamit tudjak fanatikusan csinálni, aztán a pénz az majd úgy jön, mert hogyha valamit úgy elkezdek olyan módon művelni, ahogy mások nem tudják, akkor abban valamilyen módon is lehet pénzt. Igen, csak láttam most itt a képédet, Afrikában most éppen egy lesépül, majd amit elfektettek és leraktok a víz alá, úgyhogy éppen tényleg csak a fejed lógjon ki. Hát azért oda 4-5 ember kiutaztatni, hát azért ehhez... Hát ez most például úgy működik konkrétan, amire rákérdeztél, hogy ugye 99-ben építettem lest egy ilyen kis szárkubból, aztán építettem egy kicsit komolyabb lest, aztán még komolyabbat, amit láttak az interneten sokfelé, és ez az afrikai területtulajdonos már azért hívott fel, hogy szeretne velem leseket terveztetni. És azért udoztam ki megnézni a területét, láttam, aha, hogy jó, nagyon jó a fickó is, iszonyat kooperatív, nagyon rámenős, és akkor terveztem neki egy lest, azt pikpak megcsinálta úgy, hogy csili-billi. Ezért lett a burzsalarab. Ezért érdemes volt neki még egyet tervezni, és most én nekem van egy lehetőségem gyakorlatilag ingyen járni Afrikába fotózni. Megközben leseket. Valami jó, és akkor már itt termékként meg ugye építek neki egy pár lest. Most több tízezer képed van nyilván, vagy több százezer kattintás, ami a kezedben van. Hány olyan képed van, ami ebből szerinted tökéletes? És hibátlan. Hát ez szubjektív, de mondjuk három képre vagyok nagyon büszke. Három képre? Igen. Több tízezer vagy százezer képről összesen három képre vagy büszke. Igen. Ebből, aha, az egyik ez a pelikános, a másikon levélvágó hangyák vannak, a harmadikon pedig... Az is itt van, a hangyás kép is itt van. Egy ágról csüng egy kígyó, egy Kosztarikában, és egy kolibri, és egy kolibri néz vele szembe. Nagyon komoly. Ez a hangyás kép, amikor cipelik a leveleket? Nem, ez volt a fő téma, amivel dolgoztam, hogy különböző színű leveleket szállító hangyákat fotózzak, de a képet, amire leginkább büszke vagyok, azt egy melléktermékként fotóztam egy éjszaka, uh-huh, alatt. Tehát nem az volt a projekt, hanem ott a helyszínen improvizálva, uh-huh, készültek a képek. Őszintén, hányféle növényből válogattad össze a leveleket, és minket oda, hogy ezt nagyon hangyák. És beszélted meg a hangyák, hogy gyerekek, vigyétek el, rohadtul nincs erre időm. Még egyszer elmondom, a rózsaszín megy elől. A zöld az utolsó. Nem érted? Na figyelj, gyorsan elmondom, mert ez fog neked tetszeni, hogy... Az volt a probléma, hogy össze-vissza szállították a leveleket, ugye? Tehát nekem rendezett, hát milyen ösztörösek ezek a hangyák? És elkezdek gondolkozni, most a ragasztó azért annyira csak nem jó, mert nem természetfotózás, most hogy neki adom a levelet, az meg azért nem jó, mert látszik, hogy én adom neki. Tehát nyilván kipróbáltam, hogy az hogy néz neki, de ha én vágom ki olóval, az nem olyan, mint amikor ő rágja ki. Tehát neki kell kirágnia, saját magának kell, hogy érezze. Viszont nem akartak rendezett sorokba menni, ezért kitaláltam azt, hogy mesterséges szélre lenne szükségem.
Hát most az őserdőben minden kapcsolatot távol, térerő nincsen, hogy csinálják mesterséges szelet. A Lodge-nak a számítógépéből kiszereltem a hűtőventilátort, azt beraktam az ág alá, és amikor egy olyan színű hangya érkezett, ami nekem tetszett, akkor bekapcsoltam. Egyébként egy ilyen annyi volt a kapcsoló, hogy akkumulátorra egy autó aksira rá kellett zárni kellett egy érintkezőt, akkor beindult ez a mesterséges szél, és az a hangya, ami mondjuk oldalt szállított ezt a levelet, az felsétált a tetejére. Hát komolyan mondom, kikérem magamnak. Én meg megyek érted a kiállításodra, nézem a képeket, nézd már az a hangya, hogy viszi, az közben meg van ventilátorozva. Hát milyen csodavilág ez a természetfotózás. És alulról meglökted kicsit szélelőket, és azok ugye fölállították a leveleket, feltesszük a képeket a Facebookra, ugye a képen úgy néz ki, hogy mindegyik hangya cipeli a hátán a levelet, de a levelek nincsenek eldőlve, hanem itt a házat ugye viszik a hátukon. Széllel fújdogálod őket. Nem, és a színe honnan van? Most mondd el a színek honnan. Az Photoshop. Szenzációs, szenzációs egyébként, és erre a képre vagy többek között büszke, ez nem, egy mellékterméke. Ez volt, amivel két hetet dolgoztam, mert csináltam vagy 20 000 képet, ez egy eléggé kemény munka volt egyedül abszolút, tehát olyan sötét volt, mint a bivajba. Elképesztő körülmények, viszont az a kép, amire ennél büszkébb vagyok, az meg melléktermék volt, hogyha tovább pörgeted, az egy zöld tónusú kép, és ami látszik, amint a levélből rágják ki a darabokat. Igen, ez az? Igen. Hát ez is egy szenzációs kép, igen, ezt is feltesszük. Itt a levél alulról van megfotózva, a levél másik oldalán vannak a hangyák, mint egy megvilágítva, és közben néhány hangya benéz a levélen, mert hogy lyukat rágnak a levél közepébe, és átnézzek őket, és láthatóvá válnak nem csak az árnyékok, illetve alul meg ugye cipelik az általad megfújt levelek. De itt már nem fújtam. Nem, itt már rájuk van ragasztva, tudod, és már eldobták volna szegények, de nem ment. Azért még fontos, bocsánat, hogy a ventilátort visszaszerelted, vagy azóta is fagyogottnak 5 perces túlmelegedés után a számítógépek a Lodge-ban. Csak estére kaptam meg a ventilátort, meg a kocsi akkumulátort is, tehát minden reggel vissza kellett szerelni. Mire ébredtek a Lodge-ba, addigra vissza volt forrasztva. Kérdezi egy hallgató, hogy ugye mi most indulunk Dél-Afrikába egyébként 6 hétre, hogy olyan kép nem érdekel-e, hogy éces denevér támad emberre. Aha. Mert hogy lesz ilyen. Nincs hely esetleg a vágyálmok között egy ilyen kép elkészítése. Valami ladát emlegetnek, amit láttak a spektrumon, hogy van-e benne fék. Azt imádják azt a ladát. Igen, van benne fék is. Pöcre indul, tehát zseniális. Ez egy álca ez a lada? Hát amikor én kezdtem, akkor iszonyat csóró voltam, semmire nem volt pénzem, és a ladát vettem meg a szüleimtől. Valami ilyen, azt hiszem, 70 ezer forintért. 2006 körül. Aha. És akkor ezt a gépet, nem, 2004-ben, már 10 éve. És akkor ezt a gépet kezdtem el nyűni, ezzel építettem fel a tanyámat. Aztán, hát mivel akkor már ezek a képek szerepeltek a médiában valamennyire, kijöttek a tévéstáboktól, és akkor ez volt a közlekedési eszköz, így ismerte meg a nagyvilág, de azóta sem zúztuk be, mert ha jönnek hozzám vendégek fotózni, akkor kifejezetten kérjük, hogy menjünk a ladával. Mert hogy szervezel ilyeneket is, igen, hogy lehet hozzád menni. Azért azon gondolkozom, hogy nagyon jó munka ez, nem? Szóval annyira meditatív lehet, annyira kikapcsol, annyira természetközeli, hogy pontosan ezért az ember abszolút meg is érti, hogy neked egy napot el kell töltened a fővárosba, és a hajad kihullik, és menekülsz vissza, hogy azért ez egy rettenetesen szép munka, nem? Amit az ember talán nem is érez, hiszen minden nap csinálja. Meg annyira változatos. Nem lehet változatos, mert 30 szakma az, amiből szükség van ismeretekre ahhoz, hogy el tudjuk érni az eredményeket. Például most szó volt néhány esetben a fotózásról, de mellette mi filmezünk is. Ezeket az ötleteket már az ötlet megfoganásától egészen a készkép elkészítéséig filmezzük. És ez egy újabb szakmát tárt fel. Ugye mi hozzuk létre ezeket a dolgokat, ezért szükség van némi építészeti ismeretekre, tervezni számítógépen, szükség van arra, hogy ezeket az anyagokat jól tudjuk használni, etológiát tudunk el, elektrotechnikát. Igen, azért ez már tényleg nagyon messze van attól, hogy egy ember gumicsizmában ül egy lesen és kattogtat egy szmenával, nem? Tehát, hogy hát, amit az ember gondol, mondjuk. Már annak is meg volt az él maga varázsa. Annak is meg volt a szépség, igen. Kitaláltunk egy kitelepülés Bencével itt a hírek alatt. Nagyon jó, menjünk. Jövő tavasszal, amikor is ugye hát lehet világosban mozogni, mert most már azért ugye mondtad, hogy télen inkább sötétben mozogtok. Azért, mert télen a fő téma az a les, ahol inkább dolgozunk, oda rétésre sokat csalogatunk, és annyira érzékeny ez a jószág Magyarországon, hogy nem szeretünk nappal mozogni. Tehát mi sötétben megyünk hajnal 5-kor, és 5 óra előtt nem is jövünk ki, mert rajta ülnek a les tetején a sasok, és hogyha megzavarjuk, akkor sokkal kevésbé fog visszajönni. De jövő áprilisban kimennénk Bencéhez. Megjön a kitelepülés? Itt ülünk a lesben, kedves.
Balázsa. Nem, itt ülünk az üvegstúdióban, egy büdös állat nem jött. Tarts vissza, Feri, tarts vissza. A reflektorokat most már lekapcsolhatják. Igen, de hogy szépen egy ilyen kis kitelepülőszettel, ketten, hárman, tényleg mindenki kimegy, és elkísérjük Bencét egy ilyen 6-tól 10-ig terjedő intervallumban, egy természetfotózásra, és közvetítünk a hallgatóknak, hogy mi történik a lesben. Hárman nem mehetünk ki, mert nyilván állat nem jönne arra, de majd megnézzük, hogy ki az, aki Már látom magam előtt egyébként, ha kimegyünk a szettel, az azt jelenti, hogy Balázs megy majd egyébként Bencével a padlófűtéses, bőrüléses kanapése. Meg a Ferivel egy melegítő palackkal, meg Filüveg Slivovicával, ott egymáshoz bújva, mint két ilyen kis, hogy hívják, két ezüstátú gorilla, ott fogunk reszketni, mint valahol. De szeretnénk, jó? Úgyhogy három fotel van a Balázsban, aki akarlak vinni, úgyhogy húzhatok sorsot. Jó, addig talált ki, hogy mire lehet menni áprilisban, májusban. Én minden állatnak örülök, rettenetesen városi medvére, vagyok. Medvére, emberre. Vízimadára fogunk menni. Vízimadára. Vízbe kell menni? Hát ha nagyon akarsz, lehet, de igazából papucsba is lehet jönni. Nagyon jó. Jó, akkor kimennénk hozzá. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Gyerekek, képzeljétek el. Na, mi történt már megint? Jújjúj. Állítólag... Nem mondod. Ne csinál. Ne csinál. Komolyan. Állítólag a Páko elérhető. Na, a szörnyet fölébresztjük most mondani. Jól érezted. Aha. Jól tudatalatta érezted, hogy valami szörnyűséges dolog. Hát kinek, a közös képviselőnek, vagy nekünk? Hát mindkettőnek. Figyeljetek, mivel egy hét múlva indulunk, kihagyhatatlan, hogy azért tanácsokat kapjunk attól az embertől, aki úgy ismeri Afrikát, mint a saját tenyerét. Aki fel tud készíteni az összes veszélyre. Meg tud tanítani nekünk egy-két fontos mondatot, amit majd ott elő tudunk adni. Számomra mondom, a nagyot tegyétek, ne a középsőt. A nagyot vagy a kicsit, én ezt akarom megtanulni. Ti is nyilván meg akartok tanulni mondatokat. Van egy ember, aki kiválóan beszéli a Zulut, ismeri, és minden dél-afrikai a barátja. Hát nála jobban nem ismeri senkit Afrikát, még Máté Bence sem. Hát értem, a Páko az egy két lábon járó les, akire rá se bagoznak a malavitavi sügerek. Ő otthon van Afrikában. Mikor volt utoljára Afrikában? Páko, 32 évvel az a jelek szerint ott született, de hogy valószínűleg 6 évesen tették ki az országból, mert mondták, hogy nem. Tehát ezt még Nigéria se tudja bevállalni. És azóta ő nem járt Afrikában, de még ennek ellenére is többet tud Afrikáról, mint mi. Sötétedés után valóban nem lehet kimenni. Mit együnk? Mire figyeljünk? Így van, mi a nemzetiért? Honnan lesz vízünk? Hogy mondják, hogy nem tudom, Zulu nyelven, hogy ezt köszönöm szépen, nem kérem. Kérem, ne bántsatok, itt a hitelkártyám. Érdemes elmenni egy esti fürdőzésre a Nílusba. Igen. Afrikáns nyelven hogy mondják, hogy odaadom az értékeimet, leveszem a kaputnis pulcsimat, csak ne öljetek meg. Ez például jót, ha te megtanulod. Itt a futócipőm, csak ne bántsatok. Igen. Nézd meg a frizuráját, ő a leggazdagabb, őt vigyétek. Igen, vigyétek a középsőt, érte? Sokat fizet a magyar állam. Szóval annyi minden van, gyerekek. Hát és hát kit hívnánk, ha ne őt? Nem? Vagy ha nem Pákót, hát egész egyszerűen. Tényleg, akkor már tényleg tájékozódjunk autentikus forrásból. Igen. Itt van a Magyarország afrikai nagykövete. Az intellektuális mélységek és mélységek ismerő. Bauni! 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 Istenem, Istenem, hát te komolyan mondom, tudsz hiányozni az embernek, tényleg. Ti is nekem. Na mi van, meg lett a telefonod? Vagy új telefon? Vagy mi történt? Nem, ez új telefon, de képzeljétek, hogy a nadákból hagytam, nem elrúz, és a be volt a mosógépe. Aha, tehát kimostad a telcsidet. Igen, pontosan, azért nem találtam meg, elnézést kérek, tőletek is, és a klászlátom mondani sohagat. És akkor amikor teregettél, akkor jöttél rá, hogy ott van a telefonod, vagy hogy találtad meg? Hát úgy találtam, hogy egyes szállban megnéztem a ruhaszekrénybe, és utána rájöttem, hogy előtte nap betettem a ruháimat a mosógépbe, és ha benn volt, biztos, hogy benne lehetett, hogy egyik nadrágban a telefon. És azért nem csógott, csak aztán ez már meg van mosva, csak még nem volt kiteregetve. És aztán ott találtam a mosógépbe, a nadrágomos sebébe. Azt már nem tudtam mit csinálni vele, csak el kellett dolgozni. Te kezeled a mosógépet egyébként, vagy a párod kezeli? Nem, hát akkor sem kedvelünk. Aki arra jár, az kezel. Hát, egy kicsit. Én is tudtam mosogatni.
nyomkodod rajta a gombokat, aztán csak lesz valami. Abszolút. Vagy a mosógépszerelő mondja el 20-szorra, hogy nem rossz, csak be kell dugni. Nem, rajta van a tájékoztatás. Na, drága pákunk, hát nem sokára Afrikába készülünk. Hozzátok. Otthon. Megyünk családát. Igen, megyünk Afrikába. Családlátogatásra megyünk, igen. Beugorjunk, vigyünk valamit egyébként, drága jó anyukádnak, apukádnak? Szállítsunk valamit? Hát persze, örülni fognak neki, az tuti, az nagyon-nagyon biztos. A meglátogatok édesanyám, amikor édesapámat, és kell, hogy beszéljünk. Hát a mentek Afrikába, már megvan a védőoltás. Azokat összegyűjtöttük. Igen. Mert ez nagyon-nagyon fontos dolog Afrikában, az, hogy valaki vagy bárki, vagy elindul Afrikába, az, hogy védeni kell magát a malária és a moszkító ellen. Mi a másik? Mi a másik a malária és moszkító. A... Moszkító. Moszkító. Szúnyog. Ti is moszkítónak hívjátok? Igen, moszkítónak hívjuk, az szúnyog. Igen. És a minden el kell mondani mindenkinek a utcán, hogy báóni, érted? Báóni. Nevessük meg magunkat az első napon. Báóni. Hogy szúrasd magad azonnal hason, Nelszprújéva, egy valamilyen nyomornegyed szélén való, mindenkinek kezdj el nagyon-nagyon hangos báónikat mondogatni. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos, nem is mindegy, hogy kell mondani mindenkinek a utcán, hogy báóni, mert ottani emberek, hát tudjátok nagyon jó, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon mosolyognak és nevetnek. Akkor is bármi bajuk van, azaz nem számít, az leszámítva mosolyognak. És azt szeretné tőletek is várni, hogy ti is mosoljátok. Legyetek belül parásságos és kosztolottok neki. Ti Nigériában milyen nyelvet beszéltek egyébként? Tudom, ott is vannak törzsi nyelvek, meg nagyon sokféle típusú nyelv, de hogy mi az elfogadott, vagy mi az anyanyelv? Nigériában majdnem 50 millió ember élnek Nigériában, és a Nigériában belül több mint 300 tosh nyelvet beszélnek. És ebből van három nyelven, ami hivatalos, amit úgy hívják, hogy a Zorubá nyelven. Ja, ezt beszéltünk erről, igen, tényleg ezt mondtad, igen, Zorubá. Zorubá nyelven, Ausa nyelven, és a Ibo nyelven. Ez a három nyelven, ami hivatalos a Nigériában. És a többi 297? Hát az csak a leszlét. És az Urubát megértik Dél-Afrikában? Abszolút meg. Abszolút. Te ezek közül melyiket beszéled, Pákó? Nem vagyok, Balázs, akkor is mondjátok nekik, hogy báúni. Ezek közül te melyiket beszéled, vagy melyikre emlékszel? Csak hogy legalább azon a nyelven megtanuljuk egy-két mondatot, hogy érezzék dél-afrikai barátaink, hogy legalább barátsággal akarunk hozzájuk közeledni, és vagyunk annyira alázatosak, hogy megtanultunk egy-két mondatot. Te melyiket beszéled? Jorubá. Na, akkor hogy mondják jorubá nyelven, hogy... Vigyétek a nagyot. Ő a legfinomabb. Aha, de az ónit azt ennyi szól kell. Mondd el egybe, hogy szól? Mint a daradara, az meg lesz éjszaka a sötétben, ott egy sikátorban. Nem, az para lesz, nem dara. Para. És ez mit jelent? Mit mondtál most? Ez mit jelent? Vigyél, és mit mondtál? Ne tanuld meg, Istenem. Komolyan mondom, veled nem vagyunk kint a vízből. Nem biztos, hogy le tudod fordítani, de az hogy van, hogy a szőke csaj igazi csemege, a kicsi a rendőrfőnök fattya. Azzal vigyázzatok. A szőke csaj én vagyok. Azt mondta Jani, hogy a szőke csaj igazi csemege, az vagyok én. Kösz. A kicsi a rendőrfőnök fattya, azzal vigyázzatok. Ez hogy szól Zorubá nyelven, vagy Orubá nyelven?
gbé ọmọ yẹn gbé ọmọ yẹn gbé ọmọ yẹn lọ nítorí pé kíni ìgbà náà wọn níyìn wọn jaga ewu ni ṣàkàmàdé yìí ewu mondd el még egyszer. Te mekkora kamucs vagy, úristen. Mondd el még egyszer. Nem vagyok én kamucs. Na mondd el még egyszer, hogy szól ez? Gbé ọmọ yẹn nítorí pé wọn náà gádà mi lè ewu ni ìwà bàrẹ̀ kankan tó mi jẹ́ kò di kẹ́kọ̀ọ́dà. A fagyja az lehet a gyermek. Igen, az a gyermek. Igazi hülye vagy, igazi hülye. A fagyját, a rendőrfőnök fagyját, azt értettem, azt megtanultam. Igen. Igen. De ha mégis engem dobnak fel, majd a pick-upnak a hátsó traktusával. Egy ruhára kötözve. Igen. Igen. Azt hogy kell mondani, hogy ne bántsatok, vigyétek a hitelkártyámat. Jaj. Mátámi, John Tori Olo, mátámi, John Tori Olo. De úgy, hogy közben letéded. John Tori Olo, mátámi, John Tori Olo. Figyelj, az lehet, hogyha bajba kerülünk esetleg, akkor lesz egy ilyen vészszám, amit mindig fölveszel, azok leszünk, mi átadjuk a telefont, és lebeszéled velük, ilyet lehet? Persze. Hát ezen a száma elérhető. Nem tudom, hogy mennyire lennénk kint a vízben. Semennyire elárulok. Elnézést, várjatok, tárcsázok valakit. Majd ő megbeszéli veletek. Mi lenne velünk, ha Pákó lenne a túsztárgyalunk? Hát akkor nem bántanánk, csak az asszonyuk lennénk. Milyen állatokat esztek ti ott meg? Tehát mi az, ami teljesen elfogadott egyébként, és teljesen természetes módon eszitek meg? Mi mindenféle állatok eszünk. A lényeg, hogy halott legyen. Halottak nem. Mondj egy-két konkrétumot, hogy mire kell készülni. Nyilván hát 8-9 ezer kilométer van mondjuk Nigéria és Dél-Afrika között, vagy mondjuk 7000, tehát annyi, mint innen Magyarország. De hogy csak úgy kíváncsiságból tényleg. Tehát amit teljesen hétköznapi módon leölitek, megfogjátok, megeszitek, ami mondjuk egy európai számára egy kicsit furcsa lehet, vagy hát legalábbis különleges. Úgy mondják, hogy ez egy pandédiám and egusi. Pandédiám and egusi. Minden soroknál lehet megenni. Árulják a minden utcának a soroknál. Hát mint egy étterem. Étterembe mész, és a legfinomabb kaja Afrikában. Jó, de miből van? De miből van? Tehát, hogy mit árulnak? Mi a hús? Tehát milyen húsból van? Arra akarok kiukadni, hogy mit ölnek meg azért, hogy megegyék, mert hát azért hallani érdekes dolgokat, hogy ott azt gondolod, hogy csirkét eszel, de hogy nem biztos, hogy jó, hogy rákérdezel, hogy miből van, hogy milyen állatot esztek meg? Hát eszünk a disznó, mert Nigériában. Ez még azért kevésbé különleges. Igen. A mindenit. Most letérleltem. Eszünk a disznó, a csirke. Pákó, ilyen, hogy krokodil. Krokodil, gnú, mit tudom én, majomhús, bármi olyan, ami nincs Európában, hogy csirkét esztek és disznót, hát azért ez viszonylag azért ez Európában is elfogadott. Igen, ez így van, de a különleges hús, amit tesznek Afrikában, el kell, hogy mondjam, hát esznek a kígyó. A kígyó? Aha, tehát megeszitek a kígyót, ez érdekes. A kígyó, a kobra. Hát kígyó, a kobra. A moszkitot elvésztem. Ennyire hülyének, ne nézzél már, hogy persze. Kimegy egy ember egy zsákkal, elfog másfél kiló moszkitot, majd megsüti. Így van. Megsüti. Vadasan. Ja tudom, ez a ritka másfél kilós hímszúnyog, ugye, ami a nagyra megnő, és le lehet nyilazni. Aha, értem. Igen. Csodálatos vidék ez az Afrika, a hímszúnyog. Adjál már. És gyakran vadásztak levéltetőre is. De tőle így már nekem Balázs, komolyan mondom. Érted, komolyan. És vannak olyan rész Afrikában, úgy van, hogy oké, azt jön, ilyen kannibálok, tudod. A kannibálok a mai nap is létezik. Még irában nincs kannibálok, de azt mondom, hogy Dél-Afrika arrafele annyira nem ismerem a területe, de azt mondja, mit esznek, nagyon-nagyon hasonló, mint a nigyura is. Érted, a nigyura ember elindul Dél-Afrikába, ugyanis megkóstolja az ottani kaját, ami hasonló a nigyrai étehez. Hát pont erre akartam kiukadni, hogy vajon mi lehet az bogarak, szöcskék, sáskák, de hát igen, mindig elfelejtem. Csak ők leginkább grillezve eszik a moszkítót, nyilván.
Figyelj, ha viszünk valamilyen ajándékot például, amiről ők úgy gondolják, hogy mi kedveskedni akarunk, vagy meglepni őket, vagy ha bajban vagyunk, elővesszük, és annak ők nagyon örülnek, akkor mit vigyünk, vagy mit tanácsolsz? Mi az, ami segíthet nekünk, ha például ott bajba kerülünk, vagy esetleg olyan társaságban, amit nem akarunk? Mit vigyünk magunkkal, vagy mit vegyünk elő? Hát vegyetek elő olyan póló, ami rá van régi, azt jobb, úgyis jó. Aha, ne jó, imádni fogják, biztos. Imádni fogják. Hívunk kintről, ha bajban vagyunk, jó? Igen, ezen a számban elérhető mindenféleképpen, és nagyon vigyázzatok magatokra. Jó, na végre, egy értelmes mondat. Köszönjük, Márko. Vigyázzunk. Aranyos vagy. Pauni! Pauni! Májo, ho, déli Afrika, ho. Páko, déli Afrika. Páko. Átírtad a szöveget? Mert nem ez volt korábban. Ez gyanús, ez a saját dalod, de közben még sincs ez benne. Na, figyelj, elköszönünk, jó? Tényleg tedd le a telefont, jó? Na, próbáld meg letenni. Bauni! Bauni! Mindent fogtok halni. Te hülyén van. A mélyen fogtok halni. Hülye állat. Mindent fogtok. Na jó van, szevasz. Szevasz. Ciao. Bauni! 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 Itt vagytok még? Jó van. És ez még így tartott egészen. Csinálták a srácok 10 órán keresztül. Meg nem öregedtek, és tényleg meg nem halt. Nyomd meg a gombot, jó? Mi akkor vagyunk nyugodtak, ha te teszed le. Nyomd meg a gombot, jó? De melyiket? A pirosat. Nyomd meg a pirosat. Van olyan? A pirosat. Minden megnézem. Vigyázz magadra. Itt vagy? Itt vagyok. Na jó van. Rakja a mosógépet, segíteni szokott. Na. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Én nagyon érdekes dolgot láttam egy magazinban. Ez a magazin családról, pszichológiáról, egészségről, inspirációról szól. És ez egy havilap. Uh-huh. A kezemben akadt, mert volt benne egy interjú egyébként a Feldmárral, akit nagyon kedvelek, és lapozgattam ezt az újságot, pszichológia, gyereknevelés, és szeretek ilyen... Inspiráció. Nézz utána majd, ha esetleg bajod lett ezzel a szóval. Ezt mondtad az előbb? Igen. Kimondtam. A bakost üst fel, és akkor megtalálod az értelmét. Szóval nagyon jó cikkek vannak benne, nem szeretem az ilyen havilapokat. Lapozgatom, elolvasom a Feldmár interjút, tök jó. Egyáltalán nem nyugszom meg tőle, mert leírja, hogy minden szülő hogy cseszi el a saját gyerekét. Uh-huh. Ami egyébként tényleg így van. És sok tekintetben magadra ismertél. De nem, hát nem tudsz jót tenni, szóval, hogy igen, érdekes dolgokat mond. Kedvelem, mit látok? A mi Julink, csak mondom, a mi Julink szex újra töltve rovatunkban. Opszi-csopszi! Pirner Almával mutatom neked, szexi dresszbe öltözve. Juli, ugye tudjuk róla, hogy cikkeket ír más újságokba is, egyébként nagyon jó írásai vannak, és jól ír. Elment és kipróbált egy olyan dolgot, ami abban segít, hogyha te elmész erre a tanfolyamra, erre az órára, erre az előadásra, ami ugye tulajdonképpen egy olyan óra, ahol te is részt vehetsz aktívan ezen a dolgon, rád adnak egy szexi fehérneműt, és különböző dolgokat megtanítanak neked, hogy hogy kell újraébreszteni sok-sok év házasság után a vágyakat. Ami nem azt jelenti, hogy Julinak rossz a házassága, csak mondjuk ki őszintén, hát 8-10 év után, ha valaki házasságban él, tisztelet a kevés kivételnek, hát például a szexuális élet azért az elkezd csökkenni, havonta, két havonta, három havonta, majd szép lassan eltűnik, nem mintha ez lenne a természetes törzsfejlődése a házasságnak, de sok ember küzd ezzel a problémával, úgyhogy egyébként ezt még saját magának sem meri bevallani. Ez egyfajta megelőzés is gondolom, tehát hogy elébe megy a dolgoknak, és mert tényleg nem lehet azt mondani, hogy Julinak rossz a házassága. Juli egy kis szedben, egy nagyon szexi szedben, rúdtáncot tanul, erotikus masszázs, tantrikus szexet, lingam technikát. Ebben nem vagyok egészen biztos, de hogy... És
És ő ezt kipróbálta. Tantrikus szex előadás Pirner Almával, aki egyébként megtanítja még, hogy hogy kell a vágyat egy férfiban felébreszteni. Már pedig ő ért hozzá. Ez mit jelent, hogy a Júlia otthon kiszedett egy hetes buszból egy ilyen kapaszkodót, hazavitte és azon táncol? Vagy ez ilyenkor mit jelent? Ne, hát tudod, hogy most pusztult el a túljájuk, az egyiket nem vetettek ki, csak legaljazta. És aztán lekenték len olajkencével. És azon pörög? És most lehet rajta pörögni. De hogy én ezt egyébként szeretem, tehát az mindig jó, ha egy házasságban az egyik fél, aki érzi, hogy baj van, nem beletörődik, és nem más után néz, vagy cseréli le a feleségét, hanem azt mondja, vagy a férjét, hogy próbáljuk rendbe hozni, adok még ennek egy esélyt, és kipróbál különböző dolgokat, mint egy egyébként tulajdonképpen saját magának is beismerve, hogy lehet, hogy baj van. Mit csinálnak az emberek? Nem mondják ki, beletemetkeznek, elhidegülnek egymástól, majd utána vagy a fér, vagy a feleség máshol keresve a boldogságot, szépen belemegy egy titkos viszonyba, majd jön a válás. Nem? Hát ez szokott lenni a legtöbbször. Nem beszélik meg. Ez egy intim dolog, ugye? Fekszenek ott egymás mellett sokszor, és látod, hogy a dolog nem működik, érzed, de sokszor nem mondod ki, vagy nem beszéled meg. Itt a Juli? Itt a Juli. Juli, gyere már be egy pillanatra. Azért így nem láttam még a Julit. Nem. Miért vagy ennyire túlöltözve? Mi ez a cucc rajta? Te voltál ilyenem? Igen. Mit csináltál itt? Elmentem a Pirner Almához striptiszt tanulni. Megőrülök. Én is mehetek? Hát... Mindig is meg akartam lepni a Vikit egy striptizzel. Már volt olyan, hogy nesztelenül kiléptem a zuhanyból egy törölközőből, és mondta, hogy inkább menjek vissza. Figyelj, hogyha ha elmész, akkor én azért örülnék, mikor hoznál képeket magadról, ahogy itt állsz egy harisnyakötőben. Kipróbáltad, hogy milyen ez, amikor ellátnak olyan tanácsokkal, hogy mondjuk x év házasság után, hogy lehet egy kicsit felturbosítani a dolgot? Hát igen, különböző praktikákat teszteltem, vagy teszteltünk, és ennek az egyik állomása volt a striptiz. Én nem tudom, szerintem minden nő próbálkozik otthon vetkőzni tükör előtt, és én szerettem volna valamit vele feldobni a mi párkapcsolatunkat. Egyébként teszem hozzá rá, zárójelben, nálunk nincsen válság, tehát nálunk tök jól működnek a dolgok, csak szerettem volna megelőzni, hogy tehát mi 10 éve vagyunk együtt, és 10 éve ugyanazt ugyanúgy csináljuk. Tehát persze, 10 év után mindenki ezt mondja. De bármit csinálsz, az már ismerős. Mindig este 10-kor a kukatárolóban. Igen. És több azért, az ember, aki ezt mondja, nem rólad beszélek, mint aki azt mondja, gyerekek, komoly baj van a házasságommal, 4 havonta egyszer szexelünk. Tehát ez az ember még talán saját magának sem ismeri. De tudom, persze, nálatok nincs gond, így van. Egyszer szex van, de én nem szeretnék egyszer arra ébredni, hogy is mondjam, tehát, hogy... És hogy mit tanítanak egy ilyenen? Vagy na, miről hát például a Pirner Alma, írtam neki egy e-mailt, hogy hát szeretnék striptiszt tanulni, és akkor visszaírt, hogy persze, nagyon szívesen fogad, leírta, hogy mit kell vigyek magammal, adott egy kis listát, kaptam, el kellett vinnem magammal harisnyakötőt, bugyit, combfixet, magas sarkú cipőt, amiből könnyen ki tudok bújni, ceruzaszoknyát, meg kis inget. Ceruzaszoknya, az igen. Mi? Az egy ilyen, hát rád feszül. Tehát aha. Egy olyan szoknya, ami rásimul a testedre. Aha. Tehát mi tulajdonképpen a szexi titkárnő vonalat csináltuk. De nagyon vicces volt, mert... És mert... csak táncolni tanítanak, vagy utána van tantrikus előadás, tehát csomó mindenet végignéz. Az alma csak táncolni. Csak táncolni. De van más is? Tanfolyam. Hát az a lingámhasszás, az, annak van tanfolyama. A lingámtechnika így van, igen. Én nem mentem el tanfolyamra, mert egyrészt nagyon drága volt, másrészt pedig élő emberen kell gyakorolni, és azt gondoltam, hogy Amiro az nem biztos, hogy örülne, hogyha... Aha, és patológus is más, még nem volt. Más igen. Embert masszíroznék. Úgyhogy azt otthon autodidakta módon. Aha, hát az nagyon jó egyébként. Ez egy ilyen masszás technika, ugye? Hogy ott szépen lassan megtanuljátok egymást, kis tantrikus dolgok belekeverve, nem? Hát a lingám az ugye kifejezetten az a férfinak. Igen, a lingám masszás. Igen. Férfit. Igen, a lingám masszás. Megmasszírozni, igen. És aztán otthon elnyomtad ezt? Már a táncot? Igen. És? Hát figyelj, de elmentem az Almához, ugye akkor vicces volt az egész szitu, mert hogy ő neki az, hogy levetkőzik más emberek előtt, az teljesen normális, és igazából nőnő előtt az simán levetkőzik, de azért mégiscsak volt az emberben egyfajta félsz. Vicces volt, mert kiment, mondta, hogy akkor most öltsük magunkra a ruháinkat, és visszajött passzus, egy ilyen mélyen dekoltált, egy ilyen kis fehér kis felsőben, ő is rajtam volt a ceruzaszoknya, csak úgy nézett ki, mint egy bombázó, én meg úgy néztem ki, mint a hónap dolgozója, tehát ilyen teljesen... Na, hónap hát, dolgozója. Nagyon vicces volt az egész. Augusztusban az volt. De hogy az egész nagyon jó volt, mert hogy előre mondta, hogy állítsak össze egy olyan CD-t, amin vannak olyan számok, amik dinamikusak, de könnyű rá mozogni, és akkor adott néhány praktikát, hogy otthon is készítsek össze egy olyan CD-tárt, amin vannak olyan számok, amik, hogy is mondjam, hangulatba hozzák az embert, mert az nem Ákos úgy van, hogy akkor voltunk. Figyelem, ülj le, és akkor én most táncolok neked, mert ez itt tök suta dolog, hogy akkor csöndből indul és csöndben ér véget, hanem akkor csináljam meg a hangulatot.
És tök jó volt egyébként maga a tanfolyam, én egyébként mindenkinek ajánlom, tehát én úgy jöttem ki róla, hogy fú, basszus, de jó nő vagyok, mert hogy megtanít egyrészt olyan mozdulatokat, van egy faltól falig egy tükör, és látod magad, hogy vetközöl, és egyszer csak azt az észre, hogy fú, de jó nő. Tehát, hogy milyen szexi az, amit csinálsz, elképzeled magad abban a szituációban, hogy a férjed mennyire fog ennek örülni, meg hogy mennyire klassz lesz, ő megtanította azt, hogy hogyan kell például úgy levenni egy szoknyát, hogy ne ess át rajta, hogy hogyan kell úgy levenni egy felsőt, hogy ne legyen az rettenetesen suta. Mondott mindenféle praktikát, és azt is mondta, hogy ne aggódjak, tulajdonképpen bármit csinálok, az én férjem hálás lesz érte. Én ezt így ebben a formában nem tudtam elképzelni, mert én azt gondoltam, hogy ha az ember ezt elszúrja, akkor abból óriási röhögés lesz. És fiúk, úgy képzeljétek el, hogy amit el lehet szúrni egy ilyen bemutatón, ezt mind elcsesztem. Tehát úgy kezdődött, hogy átestél a szoknyán. Hát majdnem, hogy. Igen. A férjed, hogy örületett. Júli, mit csinálsz? Mekelj már. Jézus. Igen, ne haragudj már. Igen, beraktad a kazettát, és rögtön a keresztes vitéz a Moby Dicktől, megdőre. Nem, összeállítottam egy ilyen CD-t, és... Igen? És hogy volt? Hazamentél, betetted a CD-t? Hazamentem, lefeket. Jó, otthon volt? Nem. Úgy értem. Na, itt kezdődtek a bajok. Rohadtul nem volt, otthon senki. Igen, sajnos nem volt, és csak szombatra érkezett, mindez pedig csütörtökön volt. Úgy értem, hanem te már úgy vártad, és ő belépett, vagy ő tudott róla, hogy te készülsz valamire? Ő tudott róla, hogy én készülök valamire, sőt, ráadásul aznap estére a gyerekeket se tudtuk megoldani. Már hogy elpasszolni. Elpasszolni, úgyhogy a gyerekeket lefektettem szépen aludni, és akkor mondtam neki, hogy... Anya, megy táncolni, aludjatok. Most pihenjetek. Leraktam őket aludni, és utána... ki bármit hallottok. Nem, hát ők ugye fent alszanak a tetőtérben, megvártam, míg mélyen elhasznak, tehát hogy ne legyen semmiféle gigszer. Mondtam a Mirónak, hogy hát akkor én kérek egy kis időt. Tehát ő tudta, hogy valami... üvegsört. De nem mondtam neki, hogy nyisson ki egy üvegbort, megnyitottam néhány gyertyát. Igen, de ő tudta akkor, hogy te voltál ezen a tanfolyamon, vagy csak azt mondtad, hogy ma este lesz valami, kicsim, készül. Ő tudta, hogy voltam valami tanfolyamon, igen? De ő nem tudta, hogy mi ez, mire számíthat majd. Igen. És beraktam ezt a CD-t, amin ott voltak az előre összeválogatott számok. És lejöttem a kis szettemben, a kis szeruza szoknyámban, akkor meg már a kis kicsit összezavarodtál, hogy hallottad a horkolást. Igen, de akkor szólt a zene, itta a bort, én is ittam a bort. És eljött az a... Már nagyon részlet volt, és mindentek között tök mindegy. És eljött az a szám, amire én tudtam, hogy nekem el kell, mert... Hogy ő ágyban volt? Nem, kiraktam neki egy széket. Már hátra a bejárat jöttem a kezében a táskájában. Nem, de arra gondolok, hogy feküdt egy ágyban, már egy puha dunyhában, vagy ült egy széken, és te odaléptél hozzá. Igen? Kiraktam a szoba közepére egy széket, és vele szembe egy másik széket. Aha. És azt mondtam, hogy üljél le ide, fogd meg a borodat, és lazulj el. Aha. Ettől a rettenetesen befeszül. Én pedig lekopogtam a kis szettemben, és egy szandált vettem föl, mert hogy ez szexi zoknival? Volt. Így persze, így egy kockás műzeles térzoknival. Nem, hát ott volt minden, a harisnya tartom, meg minden ott alatta, tehát ő azt nem látta. Ez tök jó, ez jó, igen. És az, hát nagyon kellemetlen volt, mert hogy jött a szám, amire elindult volna nekem a koreográfia, és hát az úgy indult, hogy... mi volt ez a száma? Mindegy, nem érdekes. A Mirónak a kedvence? Nem, tök mindegy. Egy Bobán kis... Márkovics. Egy ilyen kis laza táncoló. Igen, egy kis laza táncolós kis cucc, és hát úgy indult, hogy mögé kell menni, vagy hát mögé mentem, és akkor egy kicsit így simogattam a vállát, és akkor így elriszáltam előtte, és ő már ezt nem tudta, hogy ez már a show része. Imádom. És igen? Fölállt, hogy elkezdje lehalkítani a zenét, mert már ott tegesített, hogy kőbánya születtem, ott is nőttem fel. Szóval attól félt, hogy fel fognak kelni a gyerekek, tehát én arra fordultam vissza, már vetőzve, hogy a Miró áll a laptopnál, és így ízélgeti a laptopot, hogy levegye a hangot. Hogy keresel egy japán. Neki, hogy hát ez már a show része, ő vissza. Az illúzió romboló, tudod, halkítsuk le a zenét, nehogy a gyerekek felkeljenek. Igen. Nem az az ellazulós típus, igen. Ráadásul borzasztóan kopogott a cipőm, mert hogy nálunk laminált padló van, mindegy, az egész nagyon neccesen indult, és aztán visszaült, én folytattam, és akkor mentek nagyon jól a dolgok. Én imádom, hogy ti ilyenek vagytok. Ezt én nagyon bírom, hogy te táncolsz neki 10 év után. Óriási. Hát de egyébként ebben ez a lényeg. Tehát, hogyha egy hónap után táncol állítólag egy nő egy férfinak, és ezt egyébként el is tudom képzelni, akkor abban nincsen akkora súly. Semmi. Egy hónap után még akkor is kívánod, ha rágondolsz. Persze, 8-10-15 éves dolgokról van szó, amikor azért már dolgozni kell azon, hogy ez működjön. Hát egy házasságban rengeteg meló van. Hát ezért tenni kell. Persze. És nagyon eljött a pillanat, amikor, ja, hát ebben vannak olyan részek, amikor oda kell menni a férfihoz, akkor ott cicázni kell vele, bele kell ülni az ölébe. Én láttam a Miron, hogy ez neki
rohadtul tetszik. Egyébként az egész show, hát ez az egész őrület, nagyon tetszett neki az egész körítés, és hát baromira fel volt ajzva. És volt az a pillanat, amikor le kell tolni a bugyit. És mivel én... Amiroé? Nem, az Orbányos bokszeralsóját? És hát az úgy van, hogy van a... És ezt az Alma elmondta, hogy így csináld, így húzd le. Hogy kell úgy letolni a bugyit, hogy az egyik cipőddel rálépsz, és akkor ki tudsz úgy belőle lépni, hogy ne dője volt. Eljött ez a pillanat, és egyszer csak csengetett a mikro, hogy megmelegedett a tarhonyás, és Miro felbattant. És azt mondta, kész a rendszeres. Végre. Olyan flamos volt a váj, majd beszárta. És te pedig ott maradtál. Te meg eldőltél balra, a beakadt bugyival, tudod. Igen. És az Almánál ezzel nem volt gond, mert ott egy olyan cipő volt rajtam, ami egy alkalmi cipő, de nincs rajta semmiféle csat. Itt pedig, mert hogy szexibb, egy ilyen fekete magas nem, egy fekete szandált húztam fel, amin voltak csattok, és hogy toltam le, az egyik oldalon fennakadt a bugyi. De mivel a másikból már majdnem kiléptem, ezért elkezdtem így csoszogni, mint egy ilyen törpe. Én nagyon bírom, hogy te ilyen megyülj. És lefejelted a férjedet. Olyan volt az egész, mint az amerikai pitében. Nagyon tényleg szeretem, hogy ilyen vagy. Nagyon jó. Slasszíztam ott jobbra-balra, és akkor végül valahogy úgy oldottam meg, hogy leültem a székre, mintha ez lenne a show része, és akkor végre valahogy lehúztam magamról, és azt hittem, hogy itt ezen a ponton a Miro elröhögi majd az egészet, mert konkrétan majdnem beestem az asztal alá. És ahogy megfordultam, így azt láttam rajta, hogy így nem tudom, így áll, és így... És imádta? Tehát imádta, mi? Aha. De te vagy az Istennő. Aha. És azt gondoltam, hogy tényleg, hogy ott, abban a pillanatban bármit csináltam volna, tehát tényleg, ha beesek az asztal alá, ő azt hitte volna, hogy ez a show része. Oh, kicsit hirtelen, de akkor álljunk neki. Nem rossz. Ez igazán tetszett, akkor én is rákészülök. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, és azóta is egyébként... repetát kér, vagy hát kéri, hogy mikor lesz a legközelebb ilyen alkalom. Egyébként ehhez hangulat kell. Nem megy mindig. Hát de... nyilván, persze, hogy hétvégén csinál szombaton kettőkor a mágia rakást, azért is mondja, hogy táncolj egyet, azért az nem biztos, igen. Hogy igen. De hogy nagyon jó hangulatú volt, és nagyon kellemes, nagyon klassz együttlét volt. Tehát egy olyan dolog jött azon az estén, ami addig soha nem volt. És nyilván ebből nem fogunk mi rendszert csinálni, tehát ez nem az van, hogy azok ezentúl minden héten pénteken táncolnak férjem. Hát meg most már ugyanígy menjen, és azért ezt így reprodukálni, ahogy elmondtad, nem egyszerű. Hát de megszokottá válik, tehát ebben pont az a lényeg, hogy milyen praktikákkal tudod feldobni a házas életedet, és egyébként rengeteg lehetőség van benne, mi aztán utána még kipróbáltunk egy-két dolgot, és akkor így. Szóval nyilván én nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen reneszánsz, és hogy akkor most újraélett, és akkor semmi nem élet újra, mert hogy eddig is volt. Igen, szóval hogy a fejekben ott van ez a cserédle, ugye? Tehát a házasságban a nagy része ezért megy tönkre, de azért, ha ezt kibeszélik, ha azért elkezdenének tenni, és nem egyből máshol keresnék, a házasságok nagy része egyébként szerintem menthető lenne. Tehát ez így megy tönkre, hogy havonta, fél évente, egy éve elhidegülés, beletörödünk, tönkre megy, találunk egy olyat, elválunk. Közben igen. Azért, ha ebben melót és energiát teszel, akár egy ilyen tanfolyammal, akkor azért ezek sokszor, nyilván ha nem múlik el az érzelem, akkor fizikai szinten, testi szinten ezek újra ébreszthetők, és ez egy természetes dolog, tehát ez nem bűn, ha az ember kimondja, hogy 10 év után már nem olyan házas élet, mint mondjuk első évben, vagy második évben. De ha melózol rajta, vagy beviszel ilyen dolgokat, akkor tud ilyen lenni. És szerintem sokszor apróságon múlik, nem? Hogy csinálsz neki egy fürdőt, hogy beraksz három gyertyát, hogy kicsit újra egymásra találtok. Tehát ez nagyon működhet. Igen, meg egyébként szerintem akkor, amikor meg már nagy gebasz van, tehát amikor már elhidegültek egymástól a párok, akkor te már hiába állsz le ott a harisnyatartóban rohangálni. De mindig van az a pont, ahonnan még vissza lehet hozni. De hogy, tehát én szerintem meg nem kell megvárni azt így a pontot, van. Ahonnan visszahozott, hanem elé kell menni. És akkor kell ezeket a dolgokat behozni, hogy folyamatosan azt érezze, hogy igen, ezen ő kell nekem. Igen, komolyan mondom, hogy ezt mi is ki fogjuk próbálni. Mi is csináljuk már, hogy Dél-Afrikában az első este te leültetsz engem egy székre, és elnyomod ezt a táncot. Okay. De az Orványos kis micimackos alsógatyádban legyél. Most ülj le. És várj. Nem csinálj semmit, itt egy üveg volt. Három hét után rohadt magányosak leszünk három hét után. Nagyon fog hiányozni a családunk. Nekem három hét után már az is jól, te táncolsz. És hogy jövök le majd a csiga lépcsőn. Magas sarkúban. A bukfenc, imádom a bukfencet. Igen, Istenem, szóljál, hogy egy első segény dobasz. És már kopognak az ajtó. Ugasz, 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 ugasz,
Este 11 órakor te táncolsz nekem. Figyelj. Ez jó, én ezt bírom, hogy ezt egyrészt így felvállalod, mert szerintem az emberek nagy része egyébként hazudik. De tényleg, tehát 10-ből 8 emberrel beszélsz, mindenkinek rendben van a házassága, mindenkinek rendben van, mindenki, mint a nyulak, mint az első évben, 6-szor hetente, 7-szer hetente, közben a magyar valóság egyébként szerintem nem ez. Tisztelet a kivételnek. Tehát 8-10-15 év után egész egyszerűen ez elérkezik ez a pont, nem? Hogy te ezeket bevállalod, ez szerintem szenzációs. Hát mész majd ilyen tantrikus masszázs, meg hasonló, tehát megcsinálod ezt a tanfolyamot? Hát én mondom, én ezt otthon... Ezt otthon csinálod, így van. Csak még nem olvastam tanultam még a cikket, hogy meddig hát, jutottál, hát az, igen. Igen, tehát az a lényeg, hogy én felkerestem, már legalább felhívtam olyan masszőzöket, akik tanítanak ilyen lingám technikát. Egyrészt valami 140 ezer forintba került a tanfolyam, de mondta a masszőz, hogy van neki egy, nem tudom, egy bélája. Hát ha leápolod, akkor igen, egy 300 kilós hízó. Kivezeti az olmol rajta, lehet gyakorolni. Háromszor két órában nekem megtanítja ezt a technikát, és hogy higgyem el, hogy Béla nagyon sokáig bírja, úgyhogy hogy nagyon sok mindent lehet rajta gyakorolni. A Béla egy humán Béla? Tehát ő egy humán Béla, tehát humán Bélán kell gyakorolnod. Tehát a biciklizéssel lehet megtanulni könyvből, úgyhogy humán... Itt azért szólnék a Vikinek, hogy váltsuk át könyvutalványra ezt az ajándékot, és inkább vegyük belőle három könyvet. A Kumbéla szogra. A szoborparkban. Nem biztos. Akkor inkább gyakoroljon rajta. Nem, de fent a neten egyébként rengeteg ilyen videó van. Iszonyú sok. Ugyan magyarul nem, leginkább németül, ahol langsam. Ezt hallott 40 percen keresztül. Igen. De fogtam a távirányítót, vagy a balánt, és akkor a lábam közé vettem, miközben a gyerekek fent aludtak, és akkor gyakoroltam rajta a fogásokat. És kipróbáltad, működik? Ki? Az is működik. Az is. Jó dolgok. Bár egyébként hozzáteszem az... Kint Afrikában vendégem vagy egy lingámra. Jó? Én csinálom. Neked a negyedik hétben kérheted csak ki. Jó? Addig nem ér. Azért nézd meg előtte egy videón. Ha jól sikerül, egy bónusz benne van neked, jó? Azért nézd meg előtte egy videón, hogy ez mi. Ismerem ezeket a tantrikus, meg masszázsos dolgokat. Igen, nekem rossz lesz a Janinak, jó? Igen, de 4 hét után ez már... Szerintem. De utána cserélünk. Addig én is elmegyek egy ilyen tanfolyamra, német nyelvűre. Mite, Herrsebestyén, Mispritzen... Na, itt álljunk meg ezen a ponton. Jó van, szóval, hogy ez jó volt. És ezt a cikket te írtad, ezt az almával együtt írtad? Vagy kipróbáltad és megírtad utána a cikket? Igen, elmentem az almához, és még akkor van még kétféle dolog, amit miatt kipróbáltunk a Mikivel. Beszereztünk egy társasjátékot, ami szintén egyébként vállalkozáson felül teljesített. Ez egy olyan társasjáték, hogy ketten játszátok, és egy ilyen kis erotikus társasjáték, ugye? Társasjáték, igen. Én azt gondoltam, hogy rettenetesen erőltetett lesz, de minden harmadik mezőben inni kell. Azért érzi, hogy a párok között van egy kis feszültség, most ígyom, most is ígyom, most ígyom a feleség, kettőt. Tehát, hogy mire eljutsz a játék hármat. Végére, azért rendesen becsicsent. Ez ilyen kapható játék, ilyen izé? Igen. Na mi van, megvan a karjai? Ja, nem, csak ilyen. Kapható ez a társas. Jó napot kívánok, elnézést, lehet itt kapni a kocog és levar játék? Igen, két kapitait, egy gazdálkodj okosan, egy fogdelélvét és egy szextársas játékot szeretnék enni. Tedd el, 30 kilót vihetünk ki, hozd el. Bedobom. Én játszom vele. Mondd, szívesen kölcsönadom, otthon van. És nem ragadnak a lapok. Ja, hozd el, játszunk egyet. Igen? Te, a Feri, a Zsűl meg én. Jó. Játszunk egyet ki, mondom, hogy rohadt magányosak leszünk itt, de. Alig tudom tűrtőztetni magam. Még a Ferinél bizonytalan voltam, de most, hogy a Zsűl nevét is bedobtam. Jó, mondom, egy hét múlva este 9-kor, péntek este 9-kor az én szobámban találkozó Dél-Afrikában, jó? Jó. Társasjátékot hozod? Jó. Iterítjük. Laci, intéz, you streamet. Ja, jól, én nagyon bírom, hogy ezt így bevállalod. Figyelj, egyébként. Ez jó. Mióta vagytok együtt? 10 éve. 10 éve. 8 hónapja. Nem, 10 éve. 10 év azért az már egy hosszú párkapcsolatban egyébként ez még nem olyan nagyon hosszú, de azért 10 év az már pont elég. De elébe mész a dolgok, meg ez a jó. Nem várod meg, amíg bármiféle probléma lenne. És nem, de egyébként nem, tehát hogy ezek után ne gondoljátok rólam, hogy én valamilyen szexista nő vagyok. De aki mindenki otthon mindig tangában várja a férjét, mert nálunk is egyébként van ez a fajta, hogy is mondjam, mackó alsóban egymásra borulás, de hogy azt gondolom, hogy azért kellenek ezek a fajta impulzusok, mert egy idő után rettenetesen. Még ez a megelőzés tök fontos. Elfárad az ember. Hát elfáradsz, meg oda az intimitás, ugye látod fürdeni, látod mesztelenül, hát látsz egy csomó élethelyzetet, és egy idő után, ugye hát ezt nem tartod szinten, vagy nem fokozod, akkor ez egy valahol egy természetes velejárója. Hát az emberi természet azért így működik. Egyébként, meg hát sajnos az ego is, ugye, hogy mindig az újat, mindig a más, de hát ebben nagyon nagy meló van, persze. Jól van. Jó, a társasjátékot hoz be nekünk tényleg, jó? Oké, behozom. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best
Best of Morning Show. Ami a legfontosabb, és ami most legjobban érdekli a hallgatóinkat, hogy ugye a kairói járat szombaton megérkezett, és egy héten keresztül hát masszívan dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis fogadó bizottság ott a kairói járaton, illetve nem is a járaton magán, hanem Budapesten, amikor a kairói járat ugye landol Budapest felé egy kettőn, és hogy reméltük, hogy a navosok kivonulnak. Szépen minden apró részletet mesélj el nekünk a leszállástól kezdve, hol vettétek észre, mit vettetek észre, mi volt az első jel, mikor szúrtak ki benneteket, mi történt? Hát nem egy kis fogadóbizottság volt, hanem három, gyerekek, három fogadóbizottság volt. Annyira jó arcok. Na most úgy képzeljétek el, ugye mi pénteken délután 4-kor elhagytuk a szállodát, ez egy jó tanács a számotokra, hogy 19 órakor indult a gép, eszetekbe ne jusson 18.30-nál hamarabb odaérni a Nels Pruiti reptérre, mert semmi nem történik. Ott ül... Azt tudom, én rendeltem nektek a buszt, hogy menjetek ki jó korán. Aranyos vagy, főleg a nehogy lekésétek azt a repülőt. Főleg a feleségedet csesztél ki, mert ugyanakkor ezzel párhuzamosan 4 óra 30-kor az összes bolt bezár a reptéren, tehát semmit nem tudsz csinálni. Egy nyomorult Wimpy van az emeleten, ahova az összes 20 utas be zsúfolódott. Mondjuk akkor látom, már Jani boldog lesz. Semmi gond. Csoki torta. Te már ott is meg vagy. Ó, ne probléma. Csoki torta. Na, onnantól kezdve nagyon szép volt a dolog, Johannesburg átszállás. A kairói reptér 6 órán keresztül nem izgalmas. Nem egyáltalán. Volt egy 6 órás átszállásotok, ugye? Azt ne tud meg. Írt a Viki is, hogy nagyon kivoltatok. 5.30-kor leszállt a gép, és 11.30-kor indult a budapesti kairói járat, amire úgy vártuk. Hát amikor már Horváth Gyulával nem tudsz miről beszélgetni, pedig Gyula gyakorlatilag bármihez hozzá tud szólni, ezt ismeritek, ezt a dolgait, már csak ültünk merett tekintettel a kairói reptéren, majd felszálltunk a gépre, ami elvisz Budapestre. Az első meglepetés akkor ért, ahogy leszállsz a gépről, szerencsére nekünk ugye csápra állt, tehát nem kellett buszozni, lesétálsz a csápról, és rohannak feléd az egyenruhás rendőrök. Nem hiszem, mert rohantak feléd a rendőrök. Ez nem... nagyon jó. Nagyon menő. Nagyon jó. Fie, és futás közben ereszték el a kutyákat. Nem, kutyák nem voltak, csak rohannak feléd ilyen sietős léptekkel, és mindenki elkezd üvöltözni, hogy azonnal elővenni az útleveleket, ez egy ilyen plusz ellenőrzés, amit nem a gyakorlatnak megfelelő, de most azonnal igazolja magát mindenki. Hát mondom, ezt de nem. Csak ti, vagy a komplet repülő, vagy a ti stábotok. Ez szerintem csak négyünk. Megkülönböztetett figyelem. Jó. Mit intéztünk? Csak négyünknek szólt, mindenki ott már tudod, eltetted az útlevelet, ott már többet nem kell, már kiléptél, már bent vagy az országban, már mész, fölveszed a csomagot. Ez ahol a csomagokat várod? Tehát átmész a kapun, és várod a csomagokat, itt ez az a rész, ugye? Nem, ez még a kapu előtt volt. A kapu előtt a már jöttek a rendőrök. Mondom, jó, oké, értem a tréfát, gyerekek, marha fáradt vagyok, mert 24 órája utazunk, nézzétek, mindenki hulla, jó, értjük a vicces, előveszi mindenki az útlevelét, belenéznek, megmutatja. Biztos ön az? Hát mondom, szerinted tesó, ki lehet még? Nézd már meg ezt a halljátok, George Clooney! Nem, ezt nem mondták, Jani. Ezt nem mondták, ezen már csak Anna is telovagoz, de nagyon aranyos tőletek. Na mindegy, megvolt az első ellenőrzés, oda megyünk a kapuhoz, itt jött a terelés, mert ott semmi nem volt. Ugye van egy ellenőrző kapu, ahol belépsz az országba, átvették az útlevelet, megkérdezték nagyon aranyosan, hogy milyen volt Afrikában. Mondtam, hogy tökéletes, jól éreztük magunkat. További jó utat kívánunk. Na, mondom, ennyit elt a két sráctól egy gyors rendőri ellenőrzés. Fölvettük a csomagot, és a csomag várakozó helynél, ahol ugye ledobják erre a kis futószalagra, ott mellém állt egy ember, aki gyakorlatilag egy méterről folyamatosan így az arcomat nézte. Nem hiszem, de jó arcok. Csak figyelt? Csak ilyen csendes üzemmódban csak figyelt? Nem csinált semmit? Semmit nem csinált, csak állt. Itt még azt mondtam, hogy jó, ez vagy navos, vagy nem navos, vagy beépített ember, vagy nem, lehet, hogy csak kíváncsi rám is beszélgetni akar, én azért se nézek oda. Egy méterről így állt, hátra volt téve a két keze, és így meretten nézte az arcomat. Ennyi. Nagyon jó arcok. Jó, megvártuk, hogy lejöjjön a csomag, én mondom, nem szólok hozzá, tesó, ha akarsz valamit. De akkor... nem volt jó érzés. De nem tudtad, hogy mi van. Nem tudtad, hogy mit akar. Aha, hogy ez most a személyednek szól, tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy te vagy a rádiós, aki kint volt Dél-Afrikában, akar valamit kérdezni, de ha oda fordulsz, akkor ha ilyen ember, akkor el kell kezdeni vele beszélgetni, ahhoz én fáradt vagyok, ha navos, akkor ne adjunk neki ütközési felületet, na mindegy, ez nem derült ki. Fölvettük a csomagot, mondom, most már megyek a zöld folyosón, bár volt bennem egy ilyen, hogy beszaladok a pirosba, hogy ellenőrizzetek, most akarom, elindulok a zöld folyosón, és tudod, egymás mellett van bal oldalt a zöld, jobb oldalt a piros,
és van egy kis elválasztó fal a kettő között, és ott állt egy egyenruhás kolléga. Hát mondom, de még nem számított erre, hogy téged, csak olyan ott úgy állt, figyelt, ő nem? Ő ott állt és nézte az embereket, így aha. van. De még csak az se volt, hogy rajtam egy kicsit jobban megakadt volna a szeme. Na mondom, jó van, vége a dolognak, megyek ki, itt vannak a srácok, meg anya, ölelés, puszi, de jó lesz. Ahogy mellé értem, abban a pillanatban, ahogy mellé értem, kilépett elém balra, és megállított. De tudod, annyira váratlanul ért a dolog, hogy nem tudtam mit mondani, mert éppen el akartam mellette menni, amikor így balra kilépett a csávó. Jó napot kívánok! Na, honnan érkezett szép. Magyarországra? Hát mondom, ezt nem hiszem el. Honnan érkezett Magyarországra? Mondtam neki, hogy Kairóból, ugye érti? Kairó. Azt mondta, hogy jó, azt érti, ez átszállás volt, vagy pedig onnan jöttem, tehát az volt az úti célom, mikor elindultam. Nem mondom, ez átszállás volt Johannesburgból. Akkor itt mondta, hogy nagyon jó, de hogy oda, hova mentem, vagy oda, honnan mentem, elmondta neki, hogy jó, hát Nelspruitból jöttem, rádióztunk kint, dolgozni voltam. Aha, és van-e valami elvámolni valója? Nem, de itt már mire gondolt, hogy itt most, tehát ez már az, hogy ők kivonultak, vagy átfutott az agyadon az, hogy Jézusom, ezek lehet, hogy nem kivonultak, egyszerűen csak kiszúrtak, és elkezdtek téged ellenőrizni, mert én nem gondoltam volna egyből arra, hogy na hallgattak, sokkal inkább arra gondoltam, hogy basszus, tényleg kiszúrtak, nem lehetek ilyen szerencsétlen. Hát nem? Pont ez volt bennem is, hogy nem tudtam, hogy hogyan reagáljak, hogy ez most játék, játék, és menjek bele, kezdjek el velük szórakozni, vagy érted? Vagy ez tök komoly, igen. Ez egy tök hivatalos ellenőrzés, amin egyébként bárki áteshet, csak pont ott engem szúrtak ki. Ha ott elkezdesz viccelődni, az viszont nem jó, mert akkor meg kihúzod a gyufát. Tehát hivatalos személlyel nem szórakozunk. Érted? Igen, ha nekiállsz arcoskodni, jó, hallgattad a rádiót, nem hallgattam, kinyitnám bőrönyét, tudod, akkor meg belefutsz, mert honnan feltételezed azt, hogy biztos, hogy azért csinálja, mert hallgatta a rádiót. Mi van, ha csak kiszedett úgy egyébként? Tehát itt az ember még tényleg nem tudhatja, hogy mi van. Na, csak pontosan, a félreállított? Pontosan ez munkált bennem, mondom, hát Dél-Afrikából jövök, nincs elvámolni való, mert én tudom nagyon jól, hogy 450 euróig lehet vámmentesen behozni, és én ezt figyelembe vettem. Na most ekkor jött a csavar. Nem 4,50, 4,30. Hát mondom, tényleg most azon a 20 eurón fogunk veszekedni, azt mondja, hát ez szabály, a szabály. Legyen olyan kedves, tegye föl a csomagját ide a következő asztalra. Jaj, de jó. És mögötted a Gyuláék, Vikiék, ők tovább mentek? Hát ők sírtak, ők álltak, érted, és sírtak a röhögéstől. Én hátra sem mertem nézni, mondom, nem márthatom be a többieket, hogy velem vannak, mondom, én egyéni utazó vagyok. És akkor itt jött el ez a pillanat, hogy az a fiatalember, aki beugrott elém, és megkérdezte, hogy én honnan jöttem, mondta, hogy akkor legyen olyan kedves, fáradjon át az ellenőrző kollégákhoz. Mert van egy, aztán én megtudtam, hogy van ő a poszt, aki nézi, és aki gyanúsan viselkedik, azt ő szúrja ki, ekkor vagy beteszik a csomagodat megint egy átvilágításra, ott kint is van egy gép, vagy egyből oda mész az átvilágító asztalhoz, vagy hát a vizsgálati asztalhoz, ahol két jóképű fiatalember várt engem, az egyik a pult mögött, a másik pedig egyenruhában a pult előtt. És ott még mindig nem tudod, hogy most szivatnak, vagy komoly a dolog. Hogy mi történt, nem kezdesz el arcoskodni, hát persze, ne. Hát nem tudod, hogy mi van. Ott már annyira kellemetlen volt, ott mondtam, hogy jó, legyen, ami legyen, oda mentem, mondom, jó napot kívánok, akkor fölteszem a csomagom, szedjenek szét, menjünk a vizsgálatra, nem érdekel, csak engedjenek el, mert most már én ezt nem bírom. Tehát nézzék meg ott a csomagot. A család, a gyerek. Ott van, itt állnak kint, egy ajtó választ el tőlük, értsék meg, két hete nem láttam őket, nincs nálam semmi, a gyémántokat azt ugye már elrejtettem. Mondtam nagyon bátran, mondom, oda, tessék, itt van, szedjék szét, kezdtem leszedni a csomagomról, ahogy hívják ott, de ilyen bevédőfóliáztattam, és akkor elröhögte magát az a fiatal ember, aki a pulton kívül állt, egyenruhában, és akkor mondta, hogy hadd mutatkozzam be. Schuller 100 000-es úr vagyok. Nem hiszem, kiment ő is. Képzeljétek el, személyesen kijött ő maga, és mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetésben van része, mert ő neki nem kell egyenruhát hordania, tehát ő neki ezt nem kell fölvennie, viszont a tiszteletemre akkor beöltözött az egyenruhájába, és a másik kollégával együtt ott elkezdték mondani, hogy hát akkor most kezdjük el a csomagok vizsgálatát, mondom, a fiúk azt csináltok, amit akartok, csak essünk túl rajta. Úgyhogy még a mai, ja, és próbáltam kiszedni
belőle, hogy akkor ez most a rendőri ellenőrzés az első poszton, a második fiú, aki odalépett elém, ez most tudatos volt, és mondták, hogy hát igyekeztek meg ünnepelni azt, hogy én hazajöttem. A hidegveríték járt. Döbbenet. Tehát fölépítették a rendőrsztorit, aztán szépen kiszedtek. Még egy gumikesztyűs vonal lehetett volna a dologban a végén. Volt náluk. Csattani a gumikesztyű, hogy Ferencem, akkor hát a csomagában nem találtunk semmit, akkor legyen szíves átfáradni egy másik vizsgálóba és alsó gatyára vetkőzni. Azt, ha megcsinálják, úristen, elmondom neked, az mekkora csavar. Elmondom neked, hogy ott volt a pulton egy papírdoboz, amiből kikandikáltak a gumikesztyűk, tehát maga a szett az megvolt, de odáig nem jutottunk el. Egyébként aztán mondtam is, hogy ha még egy kicsit tovább viszik, akkor teljesen vége van. Én így is teljesen kész voltam a dologtól, mert tényleg ez a kettőség. Nem tudod, hogy ez most igen, hogy komoly vagy nem, vagy most hallgatták, nem hallgatták. Vagy tényleg meg akarnak vizsgálni. És hát annyira rezenéstelen arccal csinálta végig mindenki. Tehát az a srác, aki például elém lépett a piros meg a zöld kapunál, aki megállított és ugye elkezdett kérdezni, hogy honnan jöttem, az annyira vérprofi volt, hogy az Hogy én nem is tudom elképzelni, hogy ő most tényleg nem tudta, tehát neki adtak egy információt, hogy jön ez az ember, megmutatták az én fényképemet, tessék, ezt ki kell venni a sorból, mert annyira rezzeléstelen arccal csinálta, egy fél mosoly nem volt az arcán. Érted? Pedig próbáltam így beugrasztani, hogy mondom, hát... Igen. Elégnek... Egy összekacsintás, elmosolyodik el, tudod? Semmi. Igen, semmi. Nagyon jó. Én vagyok, tudod? Nem. Igen. Érted, tudod. Hogy ide járt. Érted, tudod? Ez most vicc, vagy nem vicc? Igen. Na mindjárt megkérdezzük, hogy történt ez, mert hogy itt van, ami Attilánk, Schuller Attila, Vámi Sövédéki szóvívő. Attila, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! 100 000 forint, csókolom az arany kezed. Óriásiak vagytok, hogy ezt megcsináltátok. Hát ez szenzációs. Ezt mi toltuk egy hétig, kicsit egyébként nem gondolván komolyan a dolgot, hogy ti ezt valójában bevállaljátok, de hát le a kalappal, ez nagyon jó. És az, hogy te is kimentél, hát ezt meg aztán külön szeretjük. Milyen volt Feri arca? Kicsit megdöbbent. Tehát azt láttuk rajta, és ott láttam, hogy figyelj nagyon a gumikesztyűt az asztalon, ami ki volt készítve, de azért el kell, hogy mondjam, hogy ő volt a leggyengébb láncem a csapatban, mert azzal kezdte, hogy ő nem hozott semmit, de az utastársai azok bizony igen. Azonnal bemószerolta a többieket. Hát figyelj, a Gyulára mutogattam, mondtam neki, hogy ha itt valaki kábítószert nyelt, akkor nézzék meg azt a hasat, de csak abba férhet el. Figyelj, és ti kiadtátok a... Mondjad? Egyébként ez kockázatelemzéssel történik az egész, tehát a kollégáim is hallgatják a műsorotokat, és ez valós egyébként, hogy egy rádióműsor alapján, vagy egy újsághirdetés alapján ellenőrzést tartunk, úgyhogy ez teljesen életszerű volt, hogy így kvázi felkészítettetek minket arra, hogy Feri majd fogjon és esetleg hoz valamit magával, és azt gondolom Ferinek is kérdőt, hogy ez nem arról szól, hogy most itt az utasokat vegzáljuk és minél jobban visszatartsuk őket, mikor már fáradtak több órás repülőút után, hanem itt bizony biztonságról van szó, hiszen kábítószert, fegyvert csak itt tudjuk kiszűrni, hogyha ellenőrizzük őket. Nagyon helyes, hát ezt kellett a Ferinél is keresni, kábítószer és fegyver. Mind nem véletlen mondtuk. Persze, nyilván. A kájrói járattal érkezik. Attila, azt elfelejtettem a helyszínen megkérdezni, hogy az a srác, aki ott a két kapunál, a piros és a zöld kapu, ahol ketté válik, ott engem megállított, ő beavatott volt? Mindenki be volt avatva. De óriásiak vagytok. Én egy fél órával a visszakezés előtt kín voltam, és akkor nekem már mondták a kollégáim, hogy felszálltatok, rendben, négyen vagytok, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Ja, hogy leadták a drótot, hogy ők fölszálltak, ott vannak, tehát négyen vannak. A törvény szerint mi hozzáférünk az utaslistához, tehát azt megnézhetjük, és láttuk, hogy kik azok, akik együtt utaznak. Istenem, de jó ilyen rohadéknak lenni, komolyan. Én úgy szeretem, hogy kiszedtek, Feri. Nyilván most ezt te viszonozhatod majd, mert egy hónap múlva mi is érkezünk. Én mi nem készülünk semmivel, dehogy is. Hát tudjátok, hogy én nem vagyok ilyen. Ez nagyon, nagyon helyes. Meddig tartott maga a dologot? Egy 5 percet állítottátok félre Ferit körülbelül? Hát körülbelül 5 perc lehetett, nem akartok nagyon feltartani, mert mindenki tisztában van azzal, hogy több órát utazott, tehát fáradt, és hát nem tudom, hogyha valaki fáradt, akkor lehet, hogy nincs nagyon kedve poénkodni, és ezért nem akartuk tovább feszíteni a húd, de rendes vámvizsgálat volt, tehát amikor ő ott átjött a zöld folyosón, akkor ő kvázi bejelentést tett, hogy nem hoz magával bejelenteni való árut, és én már csak a végén voltam ott, hogy megnyugtassuk, hogy akkor minden rendben volt, és nem kell attól tartani, hogy esetleg testüregvizsgálatot tartanak a pénzügyőrök, vagy elviszik egy CT-re, hogy megnézzük, hogy a gyomrába lenyerte valamit.
Figyelj, én annyira kész voltam az egész dologtól, hogy amikor te leleplezted magad, hogy te vagy az, aki, akivel mi szoktunk beszélgetni itt reggelente, én nekem még úgy az se esett le, nem tudom, nyilván fáradt is voltam nagyon, meg amikor már te voltál a harmadik ember a sorban, aki odalépett, na akkor most tessék, nézzük meg a csomagot, akkor mondtam, hogy jó, nézzük már, csak haladjunk, és aztán ugye te elmosolyogtad magad, és elmondtad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk reggelente beszélgetni, én már az nekem az ilyen elment információ volt. Nem is tudtam mit kezdeni, mondom, jó, oké, nem érdekel, hogy ki vagy, nézd meg a csomagot, meg júj be a fenekembe, csak menjünk már! Igen, minden a vazelines bödönöket kerestél, Feri, mert mi erre készítettünk téged. De nagyon rendesek voltatok, tényleg. Köszönjük szépen, Attila, hát nagyon. Átadjuk meg, hát mondjátok nekik is, így van, mert nagyon, nagyon helyesek vagytok. Ha minket kihagytok, az nem lesz baj, nem fogunk megsértődni. Én átszállok vonatra. Mi Frankfurtba a kocsival jövünk, személyautóval. Majd valamit kitalálunk, személyautót is ellenőrizhetjük, hiszen az ország területén bárhol bárkit megállíthatnak a NAV pénzügyőrei mélységi ellenőrzés keretében, tehát ahogy szoktam mondani, hogyha nincs félnivalótok, akkor nem kell tartani a NAV-tól. A NAV süssör rád, Attila, hogy ilyen jókedő vagy. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, Attila. Köszönjük, szevasz. Őrnagy, vám is jövedéki szóvivő vonalban. Hát gyerekek, komolyan mondom, sose gondoltuk, hogy ennyire jó arcok, nem? Na, nagyon. És, ja, és azt elmondta, ezt meg kellett volna kérdeni. Kicsit kezdek izgulni, hogy velünk mi lesz. Semmi. Hát tudod, hogy én nem vagyok ilyen, hogy készülök. És azt mondta el még az Attila, hogy ők hallgatták a rádiót, és akkor nem nagyon tudták eldönteni, hogy mi legyen, mert ha a felkérés után, amit te most már két hete nyomsz, hogy majd én megyek haza, nem csinálnak semmit, akkor az a nem jó. Ha valamit csinálnak, akkor arra meg nyilván én készülök, az a nem jó. Mondta, hogy nagyon sokat gondolkoztak rajta, és hát így döntöttek, mondtam, hogy kiváló döntés volt. Te tényleg kiváló döntés volt, hogy a frászt hoztátok rám. A Jobbik utat választották, ezt nem lecsapni, igen. Az akkor azt gondolhatjuk, hogy elhanyagolták a Kairó járatot, és nem vonultak fel. Így viszont biztonságban érezzük magunkat, hogy senki nem tud behozni semmit egyébként Kairóból. Igen, még egyébként tényleg milyen szerencsé, hogy nem vettél ott valami 600 karton cigarettát, vagy valamit tudod. Feltételező, hogy úgy se lesz semmi, ezzel a nap nem foglalkozik, és egy ilyen hatalmasat pereceltél volna. 4 ilyen afrikai szobor, 3 műkincs, 400 karton kubai szivar, tudod, a vámmentes övezetben 60 darab parfüm, amit így behoztál volna. És így dugdosod el, szánalmasan dugdosod el a repülőtéri nájlonzacskókat a hátad mögé. Nincs nálam semmi, és látják, hogy ott van a free, duty free. Egy vicces ellenőrzésnek indul, és kérdő, hogy 4 órán keresztül kellett szétszedni a csomagodat, mert annyi mindent hozt. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Gyerekek, Depeche Mode, itt a morning showban a Klasszon, hát mennyire örülünk az ilyen klasszikus, régi, generációs élményt nyújtó zenéknek, nem? Mert jó, biztos a fiataloknak, és azért is játszunk olyanokat, hogy legyen MKO, meg TVKO, meg MMFKO, meg... Tegnap a Csabinában, hogy MKO, meg ilyen zenekar neveket látok, hogy egyszer rájövök, hogy kezdek baromira öreg lenni, és megörülök egy Depeche Mode-nak, és mint régen apám a kadlott karcsira, én a Depeche Mode-ra érted, itt rázom, hogy úristen, de jó. De legalább ez egy minőségi ugrás, úgy érzem, és ezzel nem akarom megbántani a karcsit, hiszen én jó, hát tisztelem az ő munkásságát, hisz hallgattam én is eleget gyomlálás közben kint a kertben. Hidd el, hogy azért apám jó voltából. Generációk nőttek úgy fel, hogy a szülők zenéjét kellett hallgatni, nem? Hát ezt tényleg gondolkozzon el mindenki. Hogy te meg Várjál, mondom, kadlott karcsi, ha megunta, akkor azt mondta, jó, itt vágy az ebédhez, addig bizottság. Bizottságot és kadlott karcsit hallgat. Széles palettán mozgott az öregkel. És imádom, ugye, és ő ott ültünk az ebédnél, és berakta a bizottságot. És egy régi nagy beak hangfalakon, brutális high-tech technikát, sőt, hogy elektroműszerész. Kanalasztátok a borsolevesőt, de szerelem. Már megint izzad a tenyén, és ültem a tesómmal, a kis rövid nadrágomban, az előbb bilire vágott hajammal, érted, és nem értettem, hogy mi ez a zene. És mondta a tesóm, hogy menjünk üveggolyózni, és mondtam, hogy jó, menjünk, csak ne kelljen ezt hallgatni. És akkor jó kedvük volt, akkor meg 3+2, még a híd alatt, volt minden. Nálunk jó kedve volt apámnak, hanem akkor is mindig ez volt, hogy itt a Rigó részegeslő, eljöttük a zabárat. Figyelj, hát... Nálam korvátista volt az Isten. Nekünk úgy kellett felnőni, hogy a szülők zenéjét hallgattuk. Ez erről szólt, nem? A szülő
zenei ízlése, nem azt mondom, hogy határozta meg a te ízlésedet, te egész egyszerűen nem tudtál hova menekülni, nem volt még saját lakásod, nem mentél el, bementél a szobába, de hát ők hallgattak ugye zenét, és akkor feltették a vagy bizottság. Vagy felhangosították, hogy te ne halld a mellégzőre. Este tízkor nem szólt bizottság. Mondom, milyen zenéket kellett nekem még hallgatni. Hallgatott például Ten Years After-t, imádta. Tehát az nem értettem, hogy mit, csak mindenkit visongolt, közben aztán 3+2-t, aztán bizottságot, néha berakott egy kis Pink Floydot. Kicsit csapongott az öreg. Igen, de mindenből csak a jó. Igen. De nem mondta, hogy nem széles. Sok műfajt, de mindig a műfaj legjobbjait vonultatta fel. Hány hallgatónak van meg az az élmény, hogy otthon kis üveggolyózás közben kisnadrágban, bubira vágott frizurával ül, és hallgatja a szülő zenét. Egy magnó volt, nem hallgattál a saját szobába külön zenét. Egy magnó volt, két kazettás, egy kazettás, hallgattad, amit ők hallgatnak gyerekként. Mindent értek, hogy ilyen vagy. Mindent. Érted? Hát most csodálkoztok, hogy ez lett belőlem. Kombiné, 3+2 híd alatt. Úristen, mi volt az a szomorú szám, hogy majd elmegyek én, és a falumból, ha visszajövök, az lehet, hogy nem kicsin három... Kicsin falum, ott születtem én. Kicsin falum, ott születtem én. Nincs a lámpafény. Hát ezt mi is hallgattuk. És ültem, és tudtam, hogy 8 éves ők, és nem értettem, hogy miért kell nekem a szomorúnak lenni, de szomorú vagyok, mert ez a dal szomorú, érted? És egyébként együtt volt vasárnap a család, érted? Minden rendben van. És nem értettem. Mi a címe? Várjál, mi a címe ennek a dalnak? Hát ezen esetben belehallgatunk. A szöveget írd, vagy mi a címe? Ne hallgassunk, mert egész szomorú leszel. Mi ez? Kicsiny falum, ott születtem. Én nincs ott lámpa, nincs ott gyertyafény. Milyen egy ebéd Janéknál? 1900, mikor 70-es vagy? 1978-at írunk. 8 éves vagy, tessék, milyen zene szól? 10 éves vagy, mondj valamit, amit még megtalálok. 8 évesen? 10 évesen, amit apád figyelj, szeretett, és be tudom rakni. Horváth Pista, bármit megtalálsz, Horváth Pista. Ennyi, így van, így van. Horváth Pista, gyakorlatilag tőle Horváth bármit. Pista, azt mondja, hogy Horváth Pista. Kattints rá. Bocsássa meg nekem a világ. Legyél bátor, dobd be. 1977. Janiéknál ebéd. Hol ebédeltetek helyileg? Az asztalnál. Meg fogsz lepődni székeken, ültünk egy asztalnál. Lőrinc, új szász. Figyelj, 78, nem, 78, Pesszent Lőrinc, Nagybecskerek utca, albérlet. Jó. Meg nekem az én közönségem, hogy ebben a dalban az én lelkem, szívem is benne van. Jani! Úgy de jó, na megint szandálba és zokniba ültél le ebédelni. Megmondtam százszor, bebüdösödik a lábad. Vedd le a zoknit. Mondd, Feri, mikor születtél? Te is 70-es vagy. 70 nálunk, apám az volt a kedvenc dala, az egy dunaparti csónakházban. Ez ki ő? Fogalmam nincs, hogy ki énekelte. Mindenki elénekelte. Vasárnap ott ültél a kis rakott krumpliddal. Igen, és ez az elvágyódás volt, érted, a porosúj kígyósból. Hát hol volt nekünk dunánk, meg csónakházunk? Sehol. Jó, dunaparti csónakház. Oké, figyelj. Azt mondja, hogy egy dunaparti csónakházban, azaz. 1952. Bizony. Jó, 1980-at írunk, ti hol ebédeltetek? Volt konyhátok? Dehogy most, de, semmi, a disznóhád. Miért mondod, volt nyári konyha? Ja, tényleg a kiskonyhába hátul, de ott voltak mellettünk a jószágok is. Már aki túlélte. Na, oké, tehát 1980-ban vagyunk, Ferike 10 éves, vasárnapi ebéd van, ezt a zenét hallgatott, tessék. Látod, milyen vidám? Na is! Atya Isten, egy dunaparti csónakázban. Gyerekek, az én apám, komolyan mondom, a Pink Floyd-dal, meg még a bizottsággal. Egyébként hozzátok képest, egyébként mi egy követ fújtunk. És most Lenny Kravitzet hallgatsz. Látod, milyen messze esett az almafáj? Atya Isten, nekünk még ez is volt. Figyeld, mutatom. Csak mondom. Közben minden hallgató írja meg nekünk, jó, hogy mit kellett szülőként hallgatni. Vagy a mi gyerekeink és köztünk kisebb a szakadék zeneileg, mert én például Gánzt hallgatok, a Benny imádja, aha, és mondja, hogy a My Michelle, vagy a Mr. Brownston, vagy a Paradise City, és ülünk a kocsiba, és bömböl a Gánz. Tehát nincs akkora szakadék. Nem hallgatsz Akácos utat, nem? De igen. Jó, vagy a kivétel. Én szeretem. Igen, te igen. Ugye, nincs akkora szakadék, hát, nem? Hát én, mert a te apád egy ilyen multikulturális fazon volt, tehát hogy ezért nála elég széles palettáról volt merítve a zenei kínálat, ellenben nálunk. De mi legalább tudtuk, hogy merre ne menjünk. Ja, ugye? Így van, nekünk előttünk ott volt az a példa, hát láttuk, eleget hallottunk, jól laktunk vele, köszönjük, egy életre elég volt. Ugye, sose felejtem el, vasárnap nem múlt el úgy ebéd, hogy Cigány György ne kérdezzen, az megvan? Hát persze. Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez Cigány György úgy, hogy te nem értetted,
hogy 10 évesen nem értetted, hogy hogy van olyan ember, aki betelefonál válaszol egy ilyen műsorban. Nagy bajomi József, még nyugdíjas. Nyugdíjas, és gyerekek, lejátszottak ilyen, és azt is bemondta, hogy Wagner 7., 8. Rimszki Korszakov korai időszakából hallottunk egy részlet. És álltál ott a konyhádban, a kis rövidgatyában, érezted a palacsinta illatát, vártad, hogy belekerüljön a töltelék közben. De apád beleordibált időnként. Nürnbergi mesterdallomot! Te telefonált, nem volt telefon, az helyszíni játék volt, mindig valahova oda kellett menni. Vagy oda mentek, igen, ugye, a nem, tehát csak hallott, hogy aki válaszol, igen, mit tudom, egy kis illóka. Lohengrin, te gyökér! És gyerekek, és egyszerűen tudták. Na csak mutatom, figyelj, ja. Mit hallottál vasárnap? Mindenki konyhájába 1985 mondjuk, a mi generáción kisnadrágban várja, hogy elkészüljön a húsleves és a túros palacsinta. Anyád, aki egy művelt asszony, közben ezt hallgatja. Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Hát nem mondjátok. Aki kérdez, Cigány György. Aki válaszol, Csepkovics József, Lakatos. Sose tudjuk meg, ki válaszol. De mindig volt valaki. És azt mondtad, hogy jó, akkor bemegyek, inkább játszom a katonáimmal. Nem? És az volt, hogy nem volt, legtöbb esetben nem volt flott utána a névnek a bemondása, hanem mindig egy kis szünet, kis lámpaláz, kis mikrofonláz. Aki válaszol... Igen. Na, mondja már. Igen, tényleg. Mondjad már. Ja. Igen, ez a gyerekek, ez a 60-as, 70-es évektől ment ez a műsor, tehát hogy ez így van. Meg nem is voltunk, ha gondolat se voltál, még tese, és már a szüleink, nagyszüleink már, aki kérdez, Cigány György, hát ez nekik egy nagy klasszikus, ma ezt egy 20 évesnek ilyen elmondod, nyilván nem tudja, és nem is kell tudnia. Tehát te tényleg erre álltál ácsingózva a túros palacsinta után, kis zokniban, szandában, rövid gatyában, hát a konyhádban, és vártad, hogy kész legyen a vasárnapi ebéd? Hát mi is többet hallgatok a déli muzsikaszót, mint mondjuk a Szabad Európát, az is biztos. Igen, akkor ezt nekem. Nálunk nem lehet a formi. Jaj, de szeretem. Jaj, Istenem. Szóval visszatérve a Depeche Mode-ra. Ezért van az egyébként. Például a legutóbb, amikor voltunk egy ilyen vendéglőbe, és azt hallottam, hogy a teraszon megszólal egy hegedű, már rögtön oldalasztam lefelé a pizzaelségbe, mert hogy tényleg, őszintén mondom nektek, hogy abban a pillanatban, hogy én ezt meghallom, hogy csend, és beszáll a banda. Én abban a pillanatban hazamegyek. Elmegyek onnan, elköltözök. Ugyanígy vonatra szállok. Múltkor bementem egy étterembe a Wikivel, és nagyon helyes cigány zenészek, de ahogy kell, tudod, Isten igazából húzták, már láttam, ahogy meglátnak, ülünk ott a kis vaníliasodónk felett, meglát, tudod, a vezető, és azt oda jön, asztalhoz áll, tudod, fészkelőd zavarba, vagy keresel egy 500-as, nem tudod mit csinál, és fél óráig nem mennek el. Mondtam, Viki, éhesek maradunk. Vagy elővettél egy húzást. Homlokra, pihenjetek, srác. Nekünk ezt most ne. Én se tudom ezt valahogy kezelni. És hát szenzációs SMS-ek a hallgatóinktól. Kétféleképpen zajlik a dolog. Néhányat beolvasok, néhányat pedig be is játszunk, mert hát nagyon-nagyon sok van. Valaki például hát a zárajékat írja, ezt nagyon sokan elküldték, hogy ugye van a csicsat, és van a másik, ami nagyon jó volt a zárajéktól, a homokóra. Jézus Mária, maga az elmúlás. Ezt többször úgy érzem. Atya úristen. Azért, atya, de a csit csak most maradt csendben, az jó volt, mert az vidám az jó volt. Volt. De a homokóra, csak perek, perek. Sok hallgatónk írta. Nagyon sok hallgatónk elküldte, gyerekek, nem hiszitek el, apám Bad Boys Blue-t hallgatod, a hideg rázott de tőle. Mutatom, hogy akkor mit hallgatod. Hallgatónál vagyunk, jó? 1900 mennyi? 88... 99-eket, mikor volt a Bad Boys Blue? Döbbenet. Rám ne nézd. Nálunk se hallgatták. Drága hallgató, ott vagyunk a te lakásodon, a te konyhádban, vasárnapi ebéd, töltött káposzta, húsleves, apád pedig azt mondja, anyjuk, ja, nem így beszélt. Ja, igen. Hát, hát az én nagyfaterom volt, elnézést. Berakok valamit, Zsáné. A Mambo Magnum lett a Bad Boobu. Nagyon sok helyen hallgattak 3+2-t például. Konyha, ebéd, hát a legnagyobb. Hát nem, akkor ott vagyunk a hallgatóink konyhájában, 3+2. Ez is mikor? 90-es évek eleje, ugye? Hát az nem, 80-as évek. Igen, 80-as évek vége. Anyád szól,
Gyertek ki a szobából, kézmosás, így, kész apátok, az ebéd. Apátok be akarok nyomolni, gyertek inkább a szobából, mert megfogáltam. Józsi, a gyerekek már az asztalnál ülnek, ülj már te is az asztalhoz. Jó? De ezt még berakom. És volt benne némi erotika, és te gyerekként érezted, aha, hogy némi. A paplan eltakar, a híd alatt, Margit híd, csipkésbugyi, tetszett is a dolog, még nem is értetted, de tudtad, na, hogy miről szól, ugye? Na. Tudtad, hogy miről szól. Igen. Hát ez volt az az erotika, ami miatt majdnem bemelegettem. Igen. Érted? Igen. Eszembe jutottak a kis pocakos, fehéringes, nyakkendős, fekete, szűköltönyös, hízzadó homlokú, szemüveges bácsik, ahogy ott kerülgetik egy esküvőn a nénike. Igen. Gyerekek, hogy mi mit hallgattunk? Elmondom nektek, nem zenét. Hajóvonták találkozása tilos. Valaki vízzalás mondja már is meg, hogy az mi a fenét jelent, hogy hajóvonták találkozása tilos. Ez ugye, amikor kevés víz van a mederben, akkor nem mehet el egymás mellett, mert akkor kisodródik, igen, a szélére, hanem egy, először elmegy az egyik, megvárja, majd elmegy a másik, hogy mind a kettő középen maradjon. Maradjon! Mi? Tessék! Menjél! Na de várjál, ebben nem is az a megdöbbentő, nem is az volt a megdöbbentő, hanem miért kellett 10 millió magyar embernek ezt meghallgatni a Kossuthon, hogy nem találkozhatnak a jóvonták? Érted? És te ezt nem értetted gyerekként, hogy kit érdekel? Vasárnap minden magyar konyhába szólt szerintem. Mindenki vízállás jelentést. Hallgatok mindenki. Sercegő rántott hús, vízállás jelentést. Így van. Kadlott karcsi. Ennyi gyerekek. Déli muzsika szó. Ennyi. Na jó van, drágák vagytok, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát szerintem ez mindenkiben érzékeny hurokat pendített, ugye, az ő gyermekkora. És elnézést, hát hogy megríghattunk benneteket így korán reggel. És hát szüleink fénykora. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Pataki Attila, ez engem lázban tart ez a dolog, elmondta, hogy találkozott egy celebbel, ezt nem tudom, olvastad-e, Jani, és kiderült, illetve pontosabban szem meggyőződése, hogy az a celeb, akivel ő találkozott, ez egy földön kívüli. És ő nem akarja megnevezni az illetőt, de érezte a kisugárzásán, hogy ő egy földön kívüli. És azt próbáltuk kitalálni Ferivel, hogy vajon kire gondolhatott. Mert Attila nem mondta el. És nem akarja elmondani, aha, de azt mondta, hogy 2 évvel ezelőtt találkozott egy erős kisugárzású valakivel, aki földön kívüli. Aki celebritás. Celebr, aki egy ismert ember. Híresség. Aha. Igen. Na most azt kilőttük, hogy mi ketten nem vagyunk azok, mert mi nem találkoztunk 2 évvel ezelőtt a Patakival. Uh-huh. Tehát találkoztál-e a Pataki Attilával 2 évvel ezelőtt? Nem, mert biztos, hogy összeverekedtünk volna. annyit cinkeltük már. Nem hiszem egyébként. Hát, hogy uh-huh. Tehát te se. Nem, én nem lehettem, meg én nagyon hasonlítok az Attilára, így fizimiskára. Talán egy picit alacsonyabb vagyok, sőt nem talán, hanem biztos, de egyébként ugyanaz a golyófej, gyakorlatilag hasonló fizimiskájúak vagyunk. És ugyanolyan jól énekeltek. Szó. Ő talán ebben jobb egy kicsit. Nagyon sok tipp érkezett, meg mi is nagyon sokat gondolkodtunk. Én Smukkandorra szavazok. Smukkandor? Igen, sőt, abban az van, hogy ő benne kettő is elfér. Igen, tegnap ugye beszélgettünk róla, hogy szerintünk ki lehet. És valahogy megint Andorhoz jutottunk el, aha, hogy ő gyanús. Többen viselkednek gyanúsan, azért ezt mondjuk meg. És a fejében vagy a testében van az irányító központ. Hát ezt nem tudjuk igazából, hogy mi van, ha egyrészt egy van benne, mi van, ha kettő van benne? Mi van, ha egy egész város van? Mi van, ha a földön kívüliek nagyon picik, és egyébként tényleg egy egész kolónia él benne? És irányítják a fejét, irányítják a mozdulatait, irányítják. Hogy hívják egyébként a naprendszert, amiben az ő bolygója mozog? A nyugger? Mert hogy ő mindig a nyugdíjasok körül forog, hogyha meg egy észrevetétek. Igen, ő nagyon a nyugger naprendszer. Nagyon szereti a nyugdíjasokat. De hogy átvettünk mi is egy-két szerepet, és arra gondoltunk, hogy Smukkandor lehet. Nem lehet más. Gyerekek, teljesen egyértelmű, külső jegyek alapján, fizikum alapján, megszólalások alapján, ez csak is kizárólag, ez Smukkandor lenne. Geronazzo Mária? Geronazzo Máriára nem is gondoltunk egyébként. Nem rossz. Nem is gondoltunk. Igen. Na. Karda Beáta? Á, Beus nem, szerintem. Hát, ő inkább egy kibernetikus organizmus. egy élő szövet a belső fémvázon. Egy mimetikus polialoid. Igen, egy béta verzió. Igen, őt futtatják valahol, igen, és folyamatosan számokat lát a szem előtt. Na, de hogy arra gondoltunk, hogy megkérdezzük Smukkandort erről. Nagyon kedveljük, ő is kedvel minket, de leplezze le magát. Hát, vagy kedvelt.
Vagy kedvelt, igen. Leplezze le magát, ha az. Jó? Tehát mondja el, hogy gyerekek, tényleg az vagyok, és ő jön elő a farbával, mert Pataki Attila mondatai engem nem hagynak nyugodni. Gyerekek, köztünk vannak. Attila szent meggyőződése, hogy valaki az. Mi van, ha most segítünk neki, és ezért elkapjuk? Legalább egyet kipipálhatunk. Szerintem tök jó. Nem? Tök jó. Így van. És az is nagy kérdés, hogy hol van az igazi smukkandor a smukkandor bőrből. Tehát, hát hova tették? Hogy volt-e valaha? Tényleg? Hogy volt-e valaha egyáltalán? Tehát lehet, hogy smukkandor valódi én egy felpeckelt szájjal egy űrhajóban van valahol, nem tudom, a Kaszpi-tenger mélyén, és közben már itt egy hamis smukkandor mozog? Uh-huh. Simán lett egyébként. És nagyon fura műszerek járnak ki be a testébe. Mi az a kérdés, amivel ki tudjuk deríteni, hogy ő akkor most UFO, nauta, ugye, hogy pontosak legyünk. Pont ez kérdőjelő. Te vagy az Andor? UFO, nauta vagy-e, vagy a smukkandor maga? Te vagy az Andor, vagy UFO? Mennünk kell, jön a reklám, UFO vagy nem vagy az. UFO vagy Andor, vagy nem vagy az. Na mindjárt megkérdezzük. Smukkandor itt van velünk, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt! Hello! Én bolygómon mondják Sazbat. Adjátok vissza Andort! Adjátok vissza! Bárkik is vagytok! Gyere ki belőle! Andor, ha ott vagy... Hogy én inkább nem UFO lennék, hanem pufók, de igazából UFO is tudok lenni. Ezen nem múlik. Olvastad a Patakinak ezt a kis írományát, illetve interjúját, hogy ő azt mondta, hogy... Én találkoztam Pataki Attilával, be kell vallanom, és hát, hogyha rám gondolt, akkor eltalálta. Hányan vagytok, vagy hányan vannak benned? Mert arra is gondoltunk, hogy amikor én a földre jöttem, akkor anorexiás voltam, de kigyógyultam belőle. És igazából azóta folyamatosan dolgozom ezen az ügyön. Nagyon érdekes látni ezt a világot. Az én bolygómon nincsenek emberek, csak gyümölcsök és virágok, és ezek háborúznak egymással. Ez a földön nem fordulhat elő. De jó, viszont annyira gusztusos kis gazdatestet találtál magadnak, hogy le a kalappa. Igen, nem volt egyszerű. Először megpróbáltam belebújni a Paudics Bélába, az nem sikerült. Így maradt. És akkor mondtad, hogy ott van Andor, akkor belebújok. Jó, hol van az igazi Andor? Tehát egy űrhajón felpeckelt szájjal mélyaltatásban tartjátok, lent a Kaszpi-tenger mélyén, valahol a Tanganyika tó környékén. Hol keressük? Nem. Dél-Afrikában. Valahol itt a környéken? Igen, egy tábor aljába ástuk. És mik a célok? Tehát az emberiség felett a hatalom átvétele, a velünk való barátság megkötése, a vegyülés... Mi a terved a nyugdíjasokkal? Ezt mondd meg! Idegen létforma! Mit akarsz? Nézzétek, hát egyrészt föl kell fedeznem, ugye az egyik legfontosabb küldetés, hogy kik vannak még, akik máshonnan jöttek. Ugye Pataki Attila olyan szempontból leleplezett minket, hogy azt mondta, hogy hosszasan és tagoltan beszélnek az UFO-k. Nekem rögtön lett is egy tippem, ugye nem kell mondanom, illetve lassan mondom, hogy mindenki megértse, nem lesz gázáremelés. Aztán ugye azt mondta, hogy alakváltók is vannak, és hát ugye van olyan, aki már leleplezte magát, mert azt mondta, hogy nem kicsit, hanem nagyon. Tehát én azt gondolom, hogy ezekkel föl kell venni a kapcsolatot. Azt gondolom, hogy sokan vagyunk, de még nem elegen. Ez megőrült. Az igazi Andorban adjátok vissza, jó? Mi egyébként békés szándékkal fogadunk benneteket, abszolút. Tehát, hogyha úgy érzitek, hogy meg kell bennünket támadni, ne bántsatok. Ne egyél meg mindent a földön. És látod, hogy milyen lett a gazdatest, ne egyél össze-vissza. Tehát nálunk itt a földön vannak azért fizikai törvények, karban kell tartani a testet, ha mindent megeszel, te idegen lény, akkor látod, hogy mi lesz a gazdateste. Tehát tessék odafigyelni. Jó? Mindenféleképpen ezért is a bolygóról, ahonnan jöttem, osztam magamban a Norbit is. Igen. Lehet, hogy ő a másik egyébként. A Sober család. Szintén. Igen, egyébként, de lehet. Gyanúsak ők is. Vigyázz magadra, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatok, hogy köszönjük, hogy meggyógyultatok. Ciao. Ciao, hello. Nanu. A gyerekek. Őt nagyon bírom. Mész egy sötét országúton, egyszer csak megjelenik. Összetolnád magad? Hát össze. Hát attól függ, hogy néz ki. Ha úgy, mint smukkandor, akkor nem. Egy kicsi gülűszemű lény megállítja az autódat, és egy ilyen fénynyalábat... Pajzsmirigyes? Igen, egy erősen pajzsmirigyes, megállítja az autódat, és egy ilyen fénynyalábon keresztül mondjuk téged felemelnek. Hát szerintem összetoljod magad.
Nem? Hát ha felemel a fény alába, akkor igen. De egészen addig akkor nem. Ne legyen gülű szem, akkor is összefosom magam. Kicsán, elővennéd a telefonodat reflexzerűen, és elkezdenéd fotózni? Az Instagramra fölteszek, várjál, fölteszek, maradjál. Ha szelfizek egyenre, fölrakom az Instagramra. Elővenném a Pajzs 2000-et, meg a Victorinox-ot. Ölte mondjuk te a gázpildet vennéd elő, és lefújnád. Hogy azért ezzel nem szoktatok így eljátszani, ezzel a gondolatot? Nyilván nem az, hogy konkrétan találkozol. De hogy mondjuk valahol repülőn, amikor ülsz, akkor oda belebeg melléd egy ilyen kis csészsal. Hát mekkora bizonyíték lenne? Akkor azért már azért hinnétek bennem? Nem, téged bezárnának, ha ezzel a sztorival jönnél. Valószínűleg egyébként elő se jönnék vele. Tehát ha megtörténne az elrablásom, nem merném elmondani. Mert azt, nem, ti is azt hinnétek, hogy megőrültem, igen, nem? De bejönnék egy reggel és elmondanám, hogy gyerekek elraboltak, mi lenne velem? A pataki sorsára jutnék? Valószínű, hát, ugye? Te lehet, hogy egy picit bölcsebb lennél, és nem beszélnél róla. Hogy de mit, ilyet magadba tudsz tartani? Vagy mit tudom, két óránként pókokat szülsz a WC-n. Azt így is. Ja. Szörnyű, akkor már megvolt az elrablás. Szörnyű dolgokat eszem itt össze-vissza, úgyhogy nagyon, nagyon szörnyű dolgok jönnek. Azt az ember el sem mesél. Nem, meg, hát nem mondod el. Senki nem vesz komolyan. Én örülnék neki. Ha? Ha bókokat szülnél. Nem. Ha hülyet csinálnék magamból és elmondanám. Persze, hogy örülnék neki. Mindenki rajta örülnék. Imádná. Nem. Én azért örülnék neki, mert ez lenne maga a bizonyíték. De nem hinnéd el. Hogyha nem hinném el. Hogy nem gyerekek, most valaki mesél egy ilyet, nem hiszed el. Én reggel bejövök és elmondom, hogy a Szerémi úton erre volt egy UFO, de szerintem te fölhívnád anyámat, hogy végkimerültségben szenvedek, és igen, nem, és győzködnélek, hogy Jani, értsd meg, elhinnéd? Mert én rohadtul nem hinném el nektek. És azt mondanám, hogy gyerekek, könyörgöm, higgyétek, tényleg erre volt egy UFO. Hallod ezt a mondatot? A Szerémi út és a Karolina út kereszteződésénél erre volt egy UFO. Érted ezt a mondatot? Az befele az Egér úton átrepült. Már maga a mondat olyan, amit nem tudsz. Nem tudsz úgy elmondani, hogy valaki elhiggye. Hm. És mutogatnál a fényképet, így érted. Tessék, itt van, de lefotóztam. És ilyen fényalábok lennének. Jó, perce, nyilván hagyjad már. Ez valójában nem is ember, nem is humanoid a fia, Jüli néni. Egy homár. Nem, nem úgy. Valójában egy rohadt nagy rák. De tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a saját agyi korlátaid miatt mondanád rám, hogy én hülye vagyok, mert te ebben nem hiszel. Na kicsit... megint ki a Primko én. Hát annyira jó, hogy mindig erre futunk ki. Valahogy mindig én vagyok a pronyó. De most tényleg nézzük, mit csinálunk. Na. Hát a Patakiról is azt gondoljuk, hogy valami történt vele. Közben csak olyat mond, ami nem megszokott, vagyis eltér a normális. Közben csak szorványosan utal az Artisius, és ebbe őrült be. Közben egyébként csak valami olyat mond, ami eltér a normálistól, és a mi határainkat meghaladva mond valami olyat, ami fizikai valóságban mondjuk pont nem fér bele. Miért a Pataki? Azt nem tudom, hogy miért a Pataki. Kicsit irigy vagyok. Tessék, a Feri bejönne, és elmondaná, igen? Hogy gyerekek, a Békés Csabai Kolbász Fesztiválon. Ott nincs UFO. Oda nem mernek jönni, nem bírják a pálinkát. Hajnali 3-kor az árok szélén megjelent egy fénynyaláb. Na, hát ez jó. Be akar cippantani, de megijedtem és elszaladtam. Az élete végéig hallgatná ezt tőlünk úgy, hogy egyébként lehet, hogy igazat mond. Az árpa táblába üldöztek 3,5 kilométeren keresztül, de nem értek utána, mert levágtam kígyós felé. Ismerek minden tegletet. Igen, minden göröngyöt ismerek. Tehát gyerekek, bárki, hát, aki találkozik földőkívüljével, ölök életedre kirekesztettség a jutalmad. Ha beszélsz róla. Néznek, megpecsételnek. És neked mi lenne az a bizonyíték, amire azt mondanád, hogy a Jani vagy én elmeséljük a sztorinkat, és valamit adunk. Tehát az mi? Mi az, amire azt mondod? Hogyha nem gondolnának benneteket azonnal hülyének, tehát elhinném mondjuk? Igen. Mitől hinnéd el? Mi az a bizonyíték, ami miatt elhinnéd? Na. Én hinnék nektek. Hát, eleve, nyilván. Tényleg hinnél? Tessék? Tényleg hinnél? Hát, ha bejön és azt mondnád, hogy éjszaka ott állt egy gülüszemű az ágyadnál? Na, tessék. Ezt elhinnéd? Nem hinnéd el, nyilván. Valószínű, hogy nem. Valószínű, hogy szerintem álmodtad. Jó, hogy... és mitől hinnéd el? Mi a bizonyíték a számodra? Hát a leírás, ahogy mondanád. Mi egy ilyen műtét heg a tarkomon, ami mögött ott van egy, mit tudom én, egy ilyen csíp, vagy ilyesmi? Vagy egy kapszula? Nem, ha mondjuk megváltoznál, és jó cuccokba járnál. És azt mondanád, hogy valamit átrakott bennem, átállított bennem valamit, és elkezdeni nagyon durván öltözködni, és azt számolja, na most látod, hiszem neked. Mert ilyet magadtól sose csinálnál. Ez a Jani nem az a Jani. Adjátok vissza a Janit. Nem tudom, hogy mit mondjam. De akkor nem mered elmondani? Nem mondhatnád el senkinek? Nem, szerintem nem.
A félvé, nem a félvilág, a világ 95%-a néz hülyének, az 5%, aki hisz ebben a sztoriban, és az UFO-k kutatásával foglalkozik, az meg azt mondja, hogy ó, végre, megint van közülünk valaki. Volt már olyan sztoritok, amit nem hittek el? Tehát, hogy így elmesélted nekik, és azt mondták, hogy na jó, van, szórakozzá az valaki. Hogy szerény vagyok. Olyan viszonyban áll veled? Azt sose hiszik el. Jó, de nem is adod a jelét. Ne, hát én szoktam néha. Ilyen földön kívül is, vagy hasonló, az nyilván, nyilván. De bár, tehát, hogy oda ment, és azt mondta, hogy gyerekek, nem fogjátok elhinni, hogy mi történt vele. És tényleg? És előadtad, és marhára nem hittek, persze, jó, aha, igen, ja, na jó, jobbra el, amíg még finom vagyok. Nem volt ilyen? Nem. De én valószínűleg akkor is elmesélném, én kiállnék a nagy nyilvánosság elé. Bár nem. Azért, amikor ott ülsz a Hajdú Péternél a frizbibe, és mesélsz arról, hogy gülüszemű állt az ágyadnál, azért ott a vége ennek, nem? Szóval, hogy így igen, őszintén. Jó, de az már végső elkeseredés. Olyan menni abban, műsorban? Bemenni. hadd mondjam el. Na jó, mindegy, szerintem érdekes. Önmagában nyilván humorizálunk, de maga az, hogyha egyszer találkozol, ki tudsz-e állni a nyilvánosság elé, vagy életed végéig hülyének néznek, azért ez egy nagy dilemma. Nagy bélyeg lenne. Nagy bélyeg lenne. Rajtad. Na de miért? Mert az emberi agynak megvannak a korlátai, vagy a mi gondolkodásunknak, és valaki valami olyat mond, amiben mi nem hiszünk, egyből megpecsételjük, hogy hülye. Igen, mert tehát önmagában agyad... azért ez egy buta gondolkodás, ha belegondolsz. Én nem hiszem el, én hitetlen vagyok, de téged nézlek hülyének. Tehát én úgy reagálok rá, hogy lehülyézlek. Milyen primitív gondolkodás ez? Nem hülyéznénk le, hát így aranyosan néznénk rá, hogy jó van, semmi gond. Mert hogy én ragaszkodom a saját valóságomhoz is. Mi a legegyszerűbb? Azt mondani, hogy te nem vagy normális. Nem? Na ide hozz egy bizonyítékot, és akkor azt mondjuk, hogy normális vagy, és láttál UFO-t. Csak ilyen nincs, senki kezében. Van egy csomó az interneten. Hát most annak nyilván a fele hamisítás. Olyan, mint a Nostradamus jóslat a Magyarországról. Ez is igaz, a Nostradamus, a Petőfivel, öcsém, hallod, ez a csalló. Nagyon karaj volt. Na, figyelj, és milyen lett egyébként az Edda tagoknak? Attila jön, mindig hetente, két hetente elő jön egy ilyen sztorival. Én erre egy szót tudnék mondani, nehéz. Uh-huh. Nagyon igaz? Nehéz. Hát most gondolod, te jönnél itt hetente, én szerintem azt mondanám, hogy ne csináljunk több műsort együtt. Te bejönnéd és elmondanád. Na most gondold el. Gyerekek, ott vagytok egy koncerten, belőtted a hatalmas tomboló tömeg, imádnak, és akkor belekezd például az egyik dalszöveg, és azt énekli, hogy nálad nem volt jobb se rosszabb, de érte jött egy nap a fény, és ilyenkor hátra néz. Értitek, srácok. Sokat mondóan az alapira, és kacsint egyet. Azért ott könnyű mellé nyúlni, nem? Szóloznék, de egyébként lesütném a szemem. Igen. Megint kezdni van. Na de érted, hogy az emberi gondolkodás közben milyen korlátolt? Tehát mondd valamit, amiben nem hiszek, és azt gondolom, hogy hülye. Most legyen szó UFO-król, bármi másról. Mit csinálok, megbélyegzem. Tehát, hogy egyébként milyen rosszul gondolkodunk. Érted? És azt feltételezzük, hogy nyilván megőrült. Én irigylem. Nyilván megőrült, mert a mi komfortzónánkon kívül állít valamit, ami a mi világnézetünkben, meggyőződésünkben, hitvallásunkban nem fér bele. Mit csinálunk? Megbélyegezünk. Ugyanaz, mint a boszorkányüldözés, a mágia halál, bármi, amikor a nálunk máshogy gondolkodót, vagy okosabbat, egyszerűen a mi primitív gondolatunk alapján mondjuk mágia halálra tűzünk, csak már nem a középkorban vagyunk, most kiközösítjük és lehülyézzük. Régen ezeket az embereket elégették, akik azt mondták, hogy a föld forog, meg kerek, meg nem tudom, megkínozták, ugye, mert nem azt mondták, ami az elvárás volt. Most mi van? Azt mondod, hogy bolond. Nem, én tényleg csak irigylem, mert hogy őt az olyan földhöz ragadt dolgok, mint amik engem érdekelnek, meg engem foglalkoztatnak, például az, hogy mikor fognak csatornázni az utcákba. Érted? Őt nem érdekli. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.